uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra után vagyunk, 12 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, Jani Feri, hello! Sziasztok, jó reggelt! Drága hallgatók, a hideg nem kifejezés arra, ami kint van, mínusz 10 odakünt, aztán mínusz 8 már csak itt a városban, hát valami elképesztő. Mínusz 10-et mértem, mínusz 10-el ültem be. Bizony. Mínusz 8 volt, mire beértem, és nagyon hideg, ráfagyva mindenhol, mindenre, minden, úgyhogy... A motor. Csúszik is? Nem csúszott nem. Igazából, de valahogy nagyon-nagyon hideg volt. Nagyon hideg volt, úgy ültem be a kocsiba, nem álltam be a garázsban. Gyermek hadaludjon. Hát az maga a téboly. De tényleg, amikor teljes üzemi hőmérsékleten megy már a motor, és még mindig 10 perc kell, hogy felmelegedjen az utastér, annyira szét van benne fagyva minden. Mire beérsz addigra, pont meleg van. Igen, kapuszniba jövök, prémes kabátba. Szóval, nagyon szépen köszönöm a BKK-nak, a BKV-nak, meg egyáltalán mindenkinek, aki üzemelteti a buszokat, hogy végre ezen a buszon reggel most volt fűtés. Tehát úgy szálltam fel reggel, hogy igen, hát én is reggel kimentem a kutyával, akkor majd elkezdett, hogy mindig ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy kis dolog elvégez, utána pedig így elindul velem, és útközben meggondolja magát, és visszamegy. És akkor egy kicsit még dörgölözik a zöld növényzethez, utána elvégzi a nagy dolgát, stb. Most itt a felénél azt mondtam, hogy nagyon jó, akkor csinálja, amit akarsz. Mínusz 11 volt nálunk. Reggel mondom, imádkoztam konkrétan, hogy a buszon legyen fűtés, mert ugye tegnap semmi nem volt. Most hál' Istennek, hogy olyan járat jött, ami viszont durmolt rendesen. Lehet kérni visszatérítést, ha nincs fűtés? A tegnapira gondolom. Nem, mert az a baj felé, hogy egész évre elvalósztva, tudod. Tehát, hogy a fűtési időszak megvan, csak van, amikor júniusban fűt a busz. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy egész évre nézzük, akkor minden rendben van, csak így rosszul vannak elosztva az időszak. Ez elképesztő, hogy nyáron meg nyomják a meleget, mert nem megy a klíma, azért, akkor meg azért, a meleg de megy. De tehát... ma nagyon-nagyon kellemes. Na, akkor ma legalább volt fűtés. Nézzük a jó oldalát a budapesti tömegközlekedésnek, legalább volt fűtés. Tehát, hogy innen indulunk, hogy ma benyomták a fűtés gombot, vagy adtak nekik elég naftát, hogy tudjanak fűteni. Én nem tudom, mitől függ ez egyébként. Na, milyen volt kinek a tegnapja, hogyan, miért, hát, nem, kivel, én kérdeznék, hogyan? Illetve mi kérdeznénk, mert hogy tudomásom szerint a Feri Uberrel ment haza tegnap. Tegnap kérlek szépen a taxis blokkád tiszteletére, és hogy a műsorban beszéltünk is róla, és így utólag átgondolva én egy picit a taxisok oldalára álltam ebben a sztoriban, bár mondtam, hogy nyilván meg kell nézni a másik oldalt is, de gondoltam, el kellett mennem az autómért, mert olajcserén volt egy gyönyörű gépjárni, mondom, kipróbálom, akkor megyek Uberrel. Beregisztráltam az alkalmazást, letöltöttem, beregisztráltam, meg kell adni nevet, e-mail címet, telefont, bankkártya számot, mindenem végigmentem, és utána kérlek szépen azt kell mondjam, kedves taxis kollégák, most biztos nem fogtok annyira örülni, de hogy egy olyan világ nyílik meg ezzel, amibe bele lehet kötni, de az biztos, hogy gyors volt, itt voltak egy perc alatt, elvittek nagyon rendesen, ráadásul egyébként elmondom, hogy egy olyan hapsi vitt, aki taxizott valamikor. Aha. Tehát ő átállt el az erős sötét oldalára, mondta, hogy a volt barátai csak így is hívják, hogy áruló. És igen, kevesebbet fizettem, mint amikor taxival kevesebb, mentem. Kevesebb a viteldi. Igen, kevesebb, mondom. Egyébként, őket köti a fix tarifa, ugye? Igen, 2007-ért mentem most ki, és egyébként olyan 3800. Annyi. 4000. Hát ez nem mindegy, mondjuk. Az nem mindegy. Annyi, körülbelül 20-30% különbség van. És akkor természetesen még mindig elő tudom venni. De a különbséget odaadtad Borra valóban. Nem, nem tudsz odaadni. Nem, nincsen pénzmozgás. Nincs pénzmozgás. Nincs pénzmozgás. Mondom neked, mi történik. Bocsánat, ez nem is esett le nekem. Hát semmi. Nekem egy fillér, így van. Tehát nem tudsz, illetve tudsz Borra valót adni, ha akarsz, oda nyomsz a kezébe. De nem. A kis applikációdon látod, hogy hol az a gépjármű, aki jön érted, amikor odaér, akkor elkezd rezegni a sztori, hogy itt a kocsi kiszáll, megkérdezi, szia, te vagy a Zoli? Igen, én vagyok a Zoli. Mondom, én vagyok a Feri, értem, jöttél, bemondtam a címet, lehetett volna folytatni, de ennyire nem voltunk formában, humorilag, és mondta, hogy tudja is, hogy hol van, mert ő taxigodott, elindultunk, és a következő a történet, ahogy odaér a helyszínre, akkor ő lezárja az utazást, és te kapsz egy SMS-t, e-mailt, amiben kéred a dolgot, hogy akkor ennyi pénzt vonnak le a te bankkártyádról. Nincs pénzmozgás. Nincs pénzmozgás. Értékeled az autóst,
ő értékel téged, bizony, mint utast, tehát oda-vissza van rögtön egy ilyen sztori, egytől öt csillagig tudod adni a pontokat neki, hogy ő udvariatlan volt, izé volt, koszos volt a kocsija, nem volt koszos, tehát mindent bele tud számolni, öt csillagig tudod értékelni, és ezzel vége a történetnek. Nem kell aláírni, nem kell pénzt adni, nincs bankkártya. Semmi, nincs pénzmozgás. Az Uber vonja tőled, és aztán így utal van, majd a sofőrnek is. Igen. Na hát én ugye elkezdtem faggatózni a kollégától, mondta, hogy hallgatott bennünket, és hogy nem is érti, hogy én mit keresek az autójában, miért nem taxival megyek. Mondtam, hogy azért a műsor nem mindig ilyen egyszerű, mint ahogy te gondolod. Nyilván egyik oldal, másik oldal meg kell mutatni, de én pont azért jöttem, hogy kipróbáljalak benneteket, hogy milyen ez az überezés. És akkor elkezdtünk beszélgetni a srác, és mondta, hogy ugye ő érti a történetet, mert ő taxis volt, tehát tud mindent, és tényleg igaza van annak, aki azt mondja, hogy a taxis rendesen fizeti az összes olyan dolgot, amit taxisként fizetni kell. Igaza van abban, hogy nem állhat ki akármilyen autóval, bár ez most már Ubernél is szabályozás. Hát most is lefotozzák az autót. Igen, mondta, hogy mindenben igaza van a taxisnak, de a világ meg erre megy. Tehát, hogy a világ adott egy alternatívát adott egy alternatívát a taxizásra, és az emberek ezt elkezdik használni. És nem tudja, hogy mi a jó megoldás, sajnálja a taxisokat, megérti a blokkádot is, de hogy nem biztos, hogy rájuk kell haragudni. Hát a blokkádot én nem nagyon értem egyébként, főleg nem azt a felhívó levelet. Tegnap valamit x-szeresére nőtt az Ubernek a letöltése, és olyan reklámot csináltak a blokkáddal, hogy fölugrott az Apple Store-ba az applikációk első helyére az Uberes letöltés. Tehát aki eddig nem tudta, az is letöltötte, kipróbálta, megnézte, megismerte, vagy gondolkodik azon, hogy kipróbáljon. 30 akárhányadik volt az App Store-ban az Uber, és tegnap már első. Igen, fura. Tehát hogy mindenki megismerte, a Google Analytics-ben rákeresel, hogy az Uberre mennyien kerestek rá tegnap, brutális kiugrása van a tegnapi tüntetés miatt. Tehát olyan szintű, akarva akaratlanul reklámot csináltak szerencsétlen taxisok az Ubernek, hogy mindenki ezzel fog közlekedni. Én nagyon azt gondolom, hogy a világ ebből az irányba megy, és a taxizásnak szerintem ám sokára leáldozik, vagy változtatnak szegények, és a főváros is, és fölveszi a fordulatszámot, és ad hasonló lehetőségeket, autóértékelés, kocsiértékelés, sofőrértékelés. Ez kellene. Ami már egy-két társaság bevezetett, hogy térképen látható applikáció, vagy a dolognak tulajdonképpen vége, és mindenki Uberrel fog menni. Igen, itt inkább erre megy a világ, ezt nem tud megakadályozni, nem tud beszüntetni, hát adózási kérdéseket felvet, de egyébként a világ ilyen irányba megy sajnos. Hát ugye, és ugye, amit itt tegnap én mondtam, hogy ő nem követhető, hát nyomon követhető, mondjuk magánszámlára jön a pénzed az Ubertől, tehát az ott a véleményes, de elméletileg nyoma van, tehát még azt is tudjuk mondani, hogy ez a NAV által is nyomon követhető sztori, és ugye neki, aki ezt csinálja üzemszerűen, ez be kéne vallani, az egy másik kérdés, hogy bevallja vagy nem. Tehát még csak nem is csak a szolgáltatásban van előrébb az Uber, ha lehet ezt mondani, hanem a legfontosabb az, hogy a felhasználó kevesebbet fog fizetni. Hát ennyi, engem ezért de várja a taxis, ennek nem tud utána menni. Nem, hát fixen fejben a persze. Oldja meg a NAV, meg oldja meg az Uber, meg ők vívják kette, hogy most mit lehet, mit nem lehet. Ha én engem be tudok ülni egy autóba, tőlem levonják, engem elvisz A-ból B-be, hát majd aztán adózásilag ezt ők megoldják, vagy modernizálják a taxizást. Bizony, és az emberek nem fognak csak azért, mert hogy olyan szimpatikusak, kedvesek egyébként a taxisok meg már hosszú évek óta. Nem, azt fogják nézni, hogy mit kell fizetni a végén. És milyen szolgáltatás? Nekem nagyon sok haverom uberezik már, nagyon sok embert ismerek. Én még csak egyetlen egy okért nem regisztráltam be, már hónapok óta csinálják barátaim, mert a kártyámon nincs felső limit, és félek megadni egy kártyát, és akarok csinálni olyan kártyát, ami mondjuk egy 30-40 ezer forint, és akkor abból tudok menni. Tehát nekem ez az egy volt. Hónapokkal ezelőtt én már letöltöttem az Uber alkalmazást, sőt, mi a Lacival megpróbáltuk engem sofőrnek regisztrálni már fél évvel ezelőtt, hogy én elkezdjek sofőrködni, csak az viszont nagyon bonyolult. Tehát az hetekbe telik a procedúra, amire te sofőr leszel. Tehát ez nem úgy van, hogy most elkezdek regisztrálni, és 10-kor sofőr vagyok, a hetek. Csomó okmányt be kell küldeni, ki kell kérned. Be kell menned. Ki kell kérned a büntetőpontjaidat, ki kell kérned erkölcsi. Tehát annak azért hosszú, attól függ, hogy küldi ki, mint küldi ki. Most egy megszólalásért érted az elején. De utasként pillanatokon belül ott vagy, ha megmered adni a kártyaszámodat, vagy beteszel a bank által egy limitet, mit tudom én, internetes vásárlás 20 000 forint, csak nem tudnak ők semmit lekérni, bár nem hiszem, nekik ez nem lenne jó. És imádják, és mondják, hogy soha többet nem taxiznak. Tehát soha többet nem akarnak taxizni. Százszor jobb szolgáltatás, mint a taxizás. Igen, mondom, ez nekem egy utazás volt, mert én nekem van ismerősöm, akinek van rossz tapasztalata az Uberrel. Hát olyan is van, persze. Aki nem tudta, merre kell menni. Ez referenciakör volt, direkt most megpróbáltak eladni magukat. Igen, itt három nagyon profi körözött. Itt köröztek, egy Bentley Continental, egy G-Merci, meg egy nem tudom, érted, egy X6-os BMW. Jön a Feri, jön a
Igen. Most mi kapjátok meg, ez az. Bőrös, hogy Velú nem szereti a bőrt. Oh, Velú, nem. Bőrszövet, bőrszövet, az a kedvence. Lajos, te nem, te vega vagy. Igen, egy smokingos csávó egy hideg domperinyonnal kiszállt a kezébe. Tudod, izé Ferenc, foglaljon helyet a hátsülésen. Az alfából. Harapni való, egy friss mandarint, néhány zapszeletet. És nem tudom még micsodát. Hallottuk, fagyokúrázik, hát akkor ilyen kis kedves és némi búzafű koktélt is bekészítünk. Így van, itt van az új Rode CD, betenném a lejátszóba. Így van. Na, szóval ez, mondom, egy teszt volt a részemről, biztos, hogy több utazás szükséges hozzá. Igen, szóval ez nagy kérdés, ugye Dubájban bevezették a drónokat. Drónok, előbb-utóbb drónok fogják majd kivinni a leveleket, ugye? Drón, igen, beszéltük róla. Ha majd nem tudok jobb hasonlatokat mondani, de tényleg akkor majd kimennek az emberek és tüntetnek, akiknek elveszik a munkájukat, érted? Dubájban már nem kellenek postások. Felszáll a drón, és a kertet fölött elengedi a csomagot. Ez a világ, ez ilyen irányba megy. Nem tudsz, ezt nem tudod lassítani. És akkor mi fognak csinálni ilyen a postások? Mit fog csinálni a taxis? Mit fog csinálni a cipi? Tehát ők mit? Hát írj egy hallgatót, hogy amikor bevezették az e-mailt, postások se tüntettek. De basszik, hát sajnos ilyen irányba megy. Adózásilag megértem, meg a sok terhet is megértem a taxisoknak, én is sokat taxiztam. De hát ez egyre többen fogják használni, erre nekik is fel kell valahogy készülni. Én a taxis lennék, már most váltanék és mennék uberezni. Na hát tényleg. Mindenki biztos hallott, olvasott az ipari forradalomról. Hát ugye, így van, másik, nem lehet mit csinálni, a fejlődés ez megállíthatatlan. A másik gyerekek, hogy nem lehet ennyi taxis. Tehát, hogy azt én nem tudom, hogy a főváros miért nem szabályoz, erről beszéltünk tegnap is. 5000-en vannak, 6000-en vannak, 8000-en vannak, hát mi az Istennek? Miért nem mondják, hogy 2005 a felső határa, hogy Londonba egy kihullik fölül, egy beáll alul. Nincs. Nem lehet több. Nem léphet át. Van egy szakszervezet, figyelik a taxizók számát, és amikor egy valaki beteg, meghal, kilép, akkor egyet betesznek a helyére. Ezért mindig a kereslet-kínálat az nagyjából ugyanott van, és nem nincs az, hogy van x fóka, és nem tudom hány hal, vagy hogy van ez, madár és vagy eszkimó, vagy eszkimó, valaki turista, akarázok és szurikáta, meg ez a eszkimó és a fóka. Ezek a fura állatok, amiket nem szeretek. Igen, na. A szajkó és a bodobát. Érted? És nem lehet több. Mi az, hogy egy fővárosa 8000 taxi, 7000? Hát itt úgy volt, hogy majd szabályozza önmagát a szám. Azt mondták, hogy mindenki csinálja, mert aki nem tud, se jó. Hát ez nekik se jó. És holnap kitám taxizok, kicsit elmegyek ide-oda, elvégzek egy tanfolyamot, beállok taxizni, sárgára festettem az automat, kis túlzással. Akarva akarod, már tényleg minden hülye taxizik, nem? Vannak normálisak is, de azt mondom, a taxisok hülyék, hanem hogy már bárki taxis be. Minek ennyi? Nem kell ennyi. Megértem, hogy nincs húvarjuk, azért, mert 10000-en vannak. Legyenek 5000, és mindenki jó. Hát igen. Nem? Hát ez is a fővárosnak kéne. Mindegy, gyerekek, mindegy. Szóval uberezte, jól van. Szeretem, mikor belenyalsz a digitális világba egy kicsit. Hát te van, komolyan. Ugye? Tehát, hogy úgy jössz velünk, és úgy kezdesz. Ezek nekem távol voltak, de távol, hogy ez mikre képes ez a telefon. Én már az SMS-t is nehezen értettem meg annak idején. Ugye? Linkeit, ilyen karakterekkel pötyögni. Milyen? Hogy jön? De ez, hogy most e-mailt látsz rajta, taxit rendelsz, méred a pulzusod, bámulatos. Úgy, amik bámulatos, komolyan. Stopper is van rajta. Ne hülyés ki, hova? Nem tudom, csak mondták. Ja, mit még? Mit nem, hova? Nem, hova stoppol? Hova tudok vele menni? Hát persze, mert megfogod, és így intesz, hogy stoppol Nizzába. Sokkal nagyobb felület. Igen. Na szóval, hogy jó van. Szóval, hogy ubereztél. Ja. Igen. Helyes. Szóval itt az egész taxisoknak, meg taxi társaságoknak is valószínűleg az a járható út, hogy megnézik, hogy mi működik az Ubernél, és akkor azokat, ha lehet, akkor azokat a dolgokat átvenni. De mondom, szerintem itt a leginkább a pénz. A pénz az mindent fölülír. Tehát lehetne az Uber, vagy Uber, már nem tudom, hogy kell mondani, hogy sokkal rosszabb is szolgáltatásban. Ha olcsóbb, akkor is azt fogja választani a nép. Itt már valaki írta, hogy ez pont az áfa tartalom a 27%, amivel ugye többet fizetsz a taxiban, nem csak azzal fizetsz többet, mert nyilván a viteli is több. Hát persze minden több, és akkor megírták azt is, hogy van, amikor az érdekes egyébként, mert ha nagyon sokan akarnak Uberrel menni, akkor szorzó van, képzeld el. Azt mondta a srác, hogy szilveszter este volt olyan, hogy 1 kilométer az Uberrel 1000 forintba került, de ezt te látod a telefonodon. Uh-huh. Tehát amikor rendelsz rá, pöttyintesz, hogy akarsz jönni, akkor kiírja, hogy most épp 1000-es, mert nagyon sokan akartok utazni, és kevesen ubereznek. Hát igen. Van ilyen is benne. Hát akkor, de akkor nem akarsz. Igen, hát akkor most nem. Igen, akkor most taxival megyek. Igen. Na, kezdjük el a ma reggelt, mármint abból a szempontból, hogy megmutatjuk, mi történt velünk a tegnapi adásban. Jó, egy pici kis ismétlés. Aztán jelentkezni lehet majd játékra, mert hogy hét előtt
játszunk. De gyorsan előtte a koránkelőket, hát megtiszteljük azzal, hogy beolvasunk egy-két SMS-t, kivel mi van, ki hogy ébredt, és ki hogy érzi magát. Azt mondja, hogy jó reggelt, jó volt Feri, de dob be a százast. Okay. Suhan. Na Feri, most öletted meg magad. Jobb, ha metróval indulsz. Kocsival vagyok. Küldte nekünk, ma már kocsival vagy, így van. Azt mondja, hogy Ricsi már bejelentkezett a Mit mond óra játékra. Nagyon jó, egészen korán. Ma is folytatódik a taxisok tiltakozása, mint a 90-es taxis blokád. Ezt nem lehet überelni, kérdezi valaki. Ma is folytatódik egyébként. Én tegnap láttam egy interjút az ATV-n az egyik taxisofőrrel, aki azt mondja, hogy addig megyünk, amíg el nem törlik. Addig vagyunk, amíg el nem törlik. Így, nagyjából így. Mondom, tesó, ez nem tesz jót, ne csináld. Kakucsó, mínusz 13 fok van. Atya úristen. Zoli küldte nekünk. Aztán, dehogy van hideg, amíg bringával megyek dolgozni, addig nincs hideg. Jó reggelt. Kitartás, igen. Igen. Na, nagy uraim, vezéreim, játszunk egy jóféle fekete-fehér igen nemet. Zoltán küldte nekünk, nagy lóc, mínusz 13 fok. Azt a mindenit neki. És kutya ügyileg valaki most hallgatta vissza az adásunkat. Kutya még háromkor, igen. Mi a helyzet a tenisszel? Ó, Nadal Verdasco. Erre most nincs idő. Ja, jó. Tabasco. Okay. Ja. Tabasco. Két balkezes játékos, ugye? Milyen érdekes? Két balkezes, mind a kettő. Milyen érdekes. Hát mit keresnek itt? Tehát ez a Nadal az egész elől van, és két balkezes. Ó, ajaj, de nagy a baj, de nagy a baj. Erre fogadtunk? Mert biztos jó fizetnek erre a Verdascóra. Verdascóra? Biztos, hogy jól fizetnek, így van. Biztos, hogy jól fizetnek, de na rá fog nyelni. Ja, ő a másik. Na, igen. Mutatjuk a pulykát. Jó, pulykával utazott egy amerikai ember a repülőn, és kiderült, hogyha emocionális segítséget nyújt a pulyka, akkor lehet vele utazni belföldön Amerikában. Elképzeltük, hogy ez hogy néz neki Magyarországon. Ezt megmutatjuk, aztán jövünk a hírek után. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Mi az emocionális támogatás? Tehát állsz a check-in pultnál, ketrecben ott van a bal kezedben egy baromi nagy pulyka. Kérdezi a nő, hogy... Hát a pulyka? Hát a pulyka. A hova tart? Hát a pulykával. Belemegyünk Moszkvába. Hát a pulykával ugyan mi lesz? Megyünk Moszkvába. Szálladásra megyünk New York. Repülünk a családokba szálladásra. Nagyon sokat jelent nekem, hogy jön velük. Igen, a pulyka utolsó útja. Turkish Airlines írja valaki. Köszönjük szépen. Náluk a pulyka ingyen, mert Richeli ő küldte. Jó. Neked bizonyítanod kell, hogy emocionálisan kapcsolatban vagy az állattal? Tehát, hogy a szádból keretetned a pulykát? Hát kinyitják a pulykát. Hogy hívják az állatot? Beszéljen az állat. Aha. Kiveszik a pulykákat a kedvesből? Kenedes kávét, süteményt adhatok? Tűnöm meg. Csak egy kis zócsa megét kér. Ja, azt mondja, egy kicsit fáradt. Valamit fáradt, hagyják pihenni a pulykát. De tényleg, tehát ki, a check-in pultnál kiveszik a ketrecből a pulykát, és ha megismer téged, hozzád bújik, visszarepül, igen, a kezedbe, oda megy hozzád, akkor érzi a becsekkoló, hogy valóban van emocionális kapcsolat? Így van. Mi van, ha a pulyka csak ül hülyén, és nem nevez meg téged gazdájaként? Akkor nem viszed fel, akkor semmi közöttük egymáshoz. Azt csináljuk, elviszik tőled körülbelül 10 méteres távolságra. 3, 2, 1! Engedd a pulykát! És ha a pulyka visszafel hozzád, megy, igen, és nem pedig ahogy hívják hozzá, nem pedig még mit tudom én, ez a Kentucky-ba. A Kentucky-ba is próbálja megint az asztalon, aki a morzsákat összeszedegetni. Akkor te pedig állsz a csekin közöttük egymásra. Valahogy be kell bizonyítani. Tehát visszacsalod magadhoz. Igen. De ezt sem tudom képzelni. Itt van velünk Hardi Mihály, jó reggelt kívánunk, halló! Magyarországon is létezik az emocionális támogatás nyújtó állat kategória? Nem, természetesen nem, ez az Egyesült Államokban van, egyedül ez az ottani belföldi szállításra vonatkozik ez a törvény. Hát nálunk még pulykával senki sem próbálkozott. Pipit már láttam, nem is egyet a repülőtéren, de azok általában magas sarkúba és rövid szoknyába utaztak. Egy-két pipi felszállt. El akarták őket vinni. És kétségtelen, hogy emocionális támogatást nyújtott az utazónak. Hát kézenfekvő a kérdés, akkor nálunk miért nincs ez így? Hát ha az amerikaiaknak ennyire fontosak az utasok, akkor Európában ez miért nem lehet fölvinni? Én azt gondolom, hogy azért ez egy erős túlzás. Tehát gondolj bele, hogy a következő járatot szívesen ülnél le azon a széken, amelyikbe előtte egy pulyka utazott. Ugye hát nincs információnk a pulykáknak a szobatisztaságra neveléséről, hogy csak egy fontos kérdést említsek. Egyébként Európában sehol sem engednének föl így állatot. Egyedül kutyát és macskát lehet fölvinni, és ott is légitár
társaságonként is nagyon szigorú a korlátozás, olyan 3 és 5 kiló közötti állatot lehet fölvinni. Tehát akkor az amerikai légitársaságok elég lazák, mert hogy a pulykát bekötötték az utas előtt egy másik ülésbe, és a pulyka vidáman végignéz előtte, végigutazta a sőt, hogyha ha megnéztétek a posztot, akkor még a pulykát a repülőtéren a mozgássérülteknek fenntartott tolókocsiba juttatták el. Azt nem tudjuk egyébként, hogy ez a hálaadás napon megmenekült pulyka-e, vagy karácsony előtt megmenekült pulyka-e, vagy tényleg egy házi állatként tartott pulyka, hát elég fura nekem minden esetre. Egy dolog van még, hát ugye hüllőt meg ilyesmit sem szabad, tehát csak teheráruként szabad feladni a gépre. Ha ilyen előfordul, akkor a repülőtérről mi egyenesen hangazoliékat hívjuk, és az állatkertet. Egy kivétel van, hogyha valaki hoz egy befőttes üvegbe egy békát, ha megcsókolja, és királylány lesz belőle, és van jegye, akkor mehet. Akkor mehet. Ó, de csak ha van jegye. Ezért ez fontos, hogy van jegye. Az amerikaiak ennyivel lazábbak, vagy ennyivel kevésbé szigorított náluk a repülés? Hát azt gondolná az ember, hogy azért ott is szigorú szabályok vannak. Igen is, meg nem is. A dolog lényege az, hogy az utas jól érezze magát, és ott ilyen törvényeket hoztak. Egyébként nem az amerikaiak találták ezt ki, hát utaztam én Aeroflot belföldi járaton úgy, hogy egy-egy kecskét, vagy kisebb malacot is fölraktak. Ezek elsősorban a Kaukázusba vagy Közép-Ázsiába fordult elő, ilyen rövid távú járatokon, de hát ott nem az emocionális kapcsolat volt az igazán meggyőző. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Verdasco Nadal, hogy állnak? Igen, igen. Hogy állnak? Hogy állnak? Nagy a baj? Nincs baj? No, baj van? Nincs baj. Baj van. Lehet baj van. Lehet nincs baj. Ezt most nem látjuk éppen. A Rod Lévere játszanak, és szerintem egy-egy van, ami a szetteket illeti. Jaja. Jaja. Verdasco egy kicsit elhúzott. Aztán Nadal beerősített mégiscsak a presztízs meg minden. Kicsit le van fogyva ez a gyerek mostanában. Melyik? Ez a Nadal gyerek. Látszik rajta, hogy nincsen túl jó bőrben korábbi önmagához képest. Hát most azért én meg felhívnám a figyelmedet arra a bal bicepsre, amivel éppen szerválni készül, ha arra vetsz egy közeli felhívnám a figyelmedet arra, hogy a bicepsre nem túl szükség van a teniszben. Nagyon sok szükség van. Roger Federer. Nagyon sok szükség van. Meg ez fizikális erőre a szervánál azért egyébként. A, igen, de a biceps ez nem kifejezetten. Hát a karjára, a karnak a vastagságára. Nagyon mutat, lehet vele csajozni. Ja, hát azért annál egy picit ez összetettem. Akkor Rozinak miért nincsen? Tessék? Másfajta teniszt játszanak. Ja, értem. Másfajta. Nadal egy ilyen nagyon rakkolós, nagyon erőt teniszt játszik, de nézd meg. Nincs ő azért annyira lefogyva. Nincs rossz formában. Oda fog ő még érni. Csak nem tudom mikor. Rozsénak, ha nincs benne a bundabotrányban, persze. Nem hiszem. Ha nem bundázott. Nincsenek benne vannak? Nem, kizárt. Biztos, hogy nem. Kizárt. A Rozsénak belső bicepsze van, Jani. Meglepődnek. Ja, Roger is Nadal rejtett bicepsze. Rejtett belső. Rejtett. Roger is Nadal lejátszotta volna, mit tudom én, a négy évvel ezelőtti Wimbledoni döntőt, igen. Na, megint milyen hülyén szólunk. Már hogy én. Nem mindegy, nem érdekes. Hogy állunk játékkal? Te itt is, ha játok? 1-0. Jó. Igen. Ugyanúgy kezdtük ezt, tehát, mint a múltat. Igen. Oda vágjunk. Na, megnézzük ki a mai kihívónk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló! Halló! Na, sziasztok, jó reggelt! Na! Hello! Na, szia! Na, szia! Hogy hívnak, hello? Tárcsődi Dezső vagyok, sziasztok! Dezső, hello Dezső, honnan hívtál minket? Jelenleg Náraiból, és legalább is Náraiból lapok. Náraiból. Szombatáin tartózkodok jelenleg. Mit csinálsz? Rönfát pakolok a vagomból, azt szállítom. Az igen. Ilyen darus autón. Ja, darus autó. És kivel szeretnél játszani? Ferencet választottam. Legjobb a mai reggelre. Ez a beszéd. Úgy szeretem, így szereti a jó pálinkát, a disznóhús szereti. Így is van. Az biztos. Az asszonyok segének is szeret tud a vágni. Aztán. Hogy te jó vagy, Dezső. Te tudsz élni, mi? Hát már vagyok az életben, ahol lehetség, és hogy ne. Jó van, örülök. Indítatjuk az órán? Igen. Akkor, Jani. 3-2 van, fire. Most lefelé pakolsz, Dezső? Jelenleg telefonálok veletek. Telefon előtt lefelé pakoltál, vagy föl? Felfelé. Jó van. Akarsz kérdezni?
kérdezhetek, hogyha úgy gondolod. Vas megyei vagy, ugye? Persze, Vas megyei, Nárayba. Uh-huh. Vas lakom. Vagy Vas? Hogy mondjuk, Vasnak mondjuk? Hát ki hogy érti, nálunk Vas, kicsit más megyébe, ott már Vas. Vas. Uh-huh. Figyelek a kérdésre. Na, hogy hallottam, disznót öltetek, ugye? Pénteken volt ilyen. Te öltél az évben? Egy hónapja durva. Egy hónapja? Lányokkal. Kolbász is lett? Hogy ne lett ott kolbász rendesen? Még azóta is azt tesszük. Vasban tudtok kolbászt csinálni? Hogy ne tudnám, vannak itt is jó böllérek ám. Piros paprikás? Piros paprika, kövény, megy fele minden. Hey, 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 nem annyira szerintem, de a nagyon nem haladtunk. Volt egy kis fagyás, persze zártam igen. Zártam a kérdést. Nem, picit megálltunk a közepén, igen. Ott nem, úgy is lehet fordítani, hogy kedves játékos, várt a te kérdése. Ja. Hát nem. Azt a minden segít neki. Nyártam azért, ugye? Be, hogy nem, megvan az ajándékcsomag, persze. Öcsögősen, szépen lassan, de. A lányok nagyon fognak, van három lányom, azt megértem nekik, hogy ő neki szeretnék gyárni. De helyes vagy. Próbálkoztam, úgyhogy. Három lány, a minden itt neki, az igen, komoly. Igen. Komolyan belehúztál. Jó, hát nem tudom, észrevettétek a gyerekek, így reggelente, ha megyek a busz megállóba, olyan szép lányok állnak. De mit nézegeted a busz megállóba a lányokat? Hát van annak a három lánynak anyja, nem? Persze, hogy van, de hát az ember szem azért csak nyitva van. Na, hát milyenek ezek a lányok? Ja, mondj róluk egy mondatot. Hm? Már a lányai? Nem, a busz megállóban. A busz megállóban. Hát olyan aranyosan várják a busz, szerencsétlenek, átgondolkoznak a tegnapi napon, így rájuk nézve. Tehát, hogy láttad, hogy állnak, és azt gondoltad, hogy ó, milyen szerencsétlenek, hogy gondolkodnak. Ez jutott eszedbe? Nem szerencsétlenek. Hát, hogy ez ezzel megnézgeti a szép lányokat, tudjátok, hogy van ez. Hát, hogy nem. Persze, ahogy ott fagyoskodnak ártatlanul, elgondolkodva a tegnapi szörnyű napukon. Igen, most tudják, hogy már ugyanaz vár rájuk. Hát, mindenképpen. Jól hangzik, igen. Igen, na, ezt sem vittem szántam ám, úgyhogy. Persze, hallgat az asszony, azt majd hazamész, jól elpapsoznak. Kapni fogsz. Nem. Köszi a játékod. Na, én is. Szia, Dezső. Nagyon jó forma volt. Érdekes forma volt, Dezső. 3 perc a pontosan 7 óra. Így akkor most? 1-1. 1-1? Igen. Azt mondták, hogy ki mondta. Visszahallgatod, Anna? Én nem hallottam. De mindig talán azért, valaki. Mert majd Nadát néztem közben. Uh-huh. Mindenki megírja közben, igen. Tehát, hogy aha, mindig megírják. Jani fülelt. Jani ott volt, de Jani sem hallotta. Nem mondta ki. Szerintem sem. Na, visszahallgatjuk, jó? Kopház a Sopron között traktor, személyautó, frontális ütközés van, mindenki vigyázzon. Nógrád és Heves megye határán, a 21-es számú főúton 60 irányában baleset történt, tűzoltók a helyszínen, kis terautó ütközött személyautóval. Egerdemje mínusz 15 fok, száraz, sónedves, de jól járható. Ez egy száraz, sónedves. Azt mondja, hogy balesetmentes 24 éves futárpisti. Igen, tényleg. Ez egy száraz, sónedves. Száraz, sónedves, latyakos, nem csúszós. Igen. Jól lehet haladni, nagyon veszélyes. Itt jeges havas egyébként kiváló, de balesetes. Itt a szemezgessetek. Mindenki válogassa ki. Komoly baleset a 87-esen, Kőszegfalva magasságában. Ennyi. Sípol az orrom, mit csináljak? Fújt ki, fog be. Mármint az orrom. Most nem. 3 perc van, most már csak 2 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk pontosan, 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók. Már kedv van, és nagyon hideg, ha valaki még a paplan alatt üldögél, fekszik, pihen, és azon gondolkozik, mit vegyen föl, öltözön föl nagyon jól, mert nagyon hideg van. Talán az év egyik leghidegebb éjszakáján vagyunk túl, elképesztő, nem is számítottunk erre. Mínusz 8 volt, mikor indultunk, most már olyan mínusz 7-8, illetve nem változik, jelen pillanatban az applikáció Budapeste mínusz 11-et is. Vagy lefagyott. Igen. Jobb árát, tiszta idő, mínusz 11. Na, minden esetre hideg van, úgyhogy mindenki öltözön fel jól. Holnap után egy picit melegebb lesz, hát ez alatt azt kell érteni, hogy tudom én, 2 fokkal fog melegedni az idő, aztán a hétvégére megint marha hideget mondanak. És állítólag még talán hó is lesz, ugye vasárnap hétfő magasságában. Megint. Hát, kimutatta a fog a fehérjét a január. Bizonyám, de hó is legyen már, miért nincs hó? Volt már. Hát, ez kevés volt. Hova belégedetlenkedtek? Nem volt az olyan rossz azért, mert mondjuk tavaly meg semmi nem volt.
Az volt, hú, basszus, az milyen langoló. Azt mondja, hogy Trafi Nagycsécsi Miskolc felől briket futár küldte nekünk, aztán Kimlinél drága fotók készülnek, valamint az M1-es 140-es kilométerénél is kiálltak a jardok, ezt Rita üzeni. Sebességmérés van a 17. kerületben, rendőrautó a Pesti út 504-es szám előtt. A kereszteződésében Miklós küldte nekünk, Kopház a Sopron között, traktoros személy autó frontális ütközés. Baleset történt Nógrád és Heves megy a határán a 21-es számú főúton, és Eger-Demjén mínusz 15 fok. Ez 24 órás futár Pisti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Komoly baleset a 87-esen Kőszegfalva magasságában, a Szombathely felé tartó sávban kerékkel felfelé áll egy Citroen. Csak óvatosan menjen mindenki. Az nem üzemszerű, ugye? Nem rendeltetésszerű használat. Az nem rendeltetésszerű. Viszont nagyon jó teszt a dúkózásnak. Hogyha azt kivéri, akkor mindent. Visszafordítás után tovább megy, akkor jó lesz. Viszont láttam, Feri, hogy lemosottad a vasat? Kinéztem az ablakon egy kis szellőztetés céljából, nem, és azt láttam, hogy csillogóan el kellett takarni az arcomat. Nem, a múlt héten azt hittem, hogy felpolírozták a tyúkot. Nem, elvittem a szervízbe, érted, az olajcserére, meg megnézzük, és ott mindig lemossák. Kérdezte is az Ambelli Gyuri, az én kedves autószerelő a haverom, hogy ugye te nem nagyon szoktad mosatni. Hát mondom, minek? Mit ma? Én hozom évente egyszer átnézni az autót olajcserére, erre, arra, akkor te szépen lemosod, te értesz hozzá, hát most ha beázik, vagy bemegy a víz, akkor nálam menjen be, nem? Majd vagy te kiderül, hogy milyen színe van eredetileg? Ne, azt tudom, fekete, mert megnéztem egyszer a forgalmit, én nem vagyok egy ilyen nagy autómosó. Ha másik családi autónkat látnátok, tehát te, Jani, te öngyilkos lennél. Az most olyan, hogy így, ha megütném valahol egy ilyen éllel, tenyér éllel, akkor egy négyzetméteren is sár így leesne. Én tegnap megint voltam. De jó. Ha behozom, akkor elvinni. Én elviszem. Én nagyon szívesen. Cserélünk egy napot. Én elmondtam, hogy gyűjtöm az aprót, én már kitaláltam tegnap, hogy megyek mosatni, és már borzongtam. Már borzongtam. Mert rákattantam. Egyszerűen olyan addikció, hogy ha elkezded, nem tudod abba hagyni. Mindig vetek egy pillantást a mosóra, amikor nem mosatok, akkor is megnézem, hogy mennyien vannak. És tegnap úgy döntöttem, hogy megint elmegyek, megnéztem középen a középkonzolom, mennyi apró van. Elindultam, és tegnap megint nekiestem. És gyönyörű, és imádom. Szenzációs. De azt az eredményt imádod, hogy szép lesz a kocsi, vagy magát mindent a mindent imádok. Úgy imádok, amikor kiállok a mosóból egy kicsit gyorsabban menni, hogy száradjon. Imádom azt, hogy szerintem egy kicsit gyorsabban megy minden mosás után. És imádom azt, ahogy a gőzborotvával rámegyek, először átöblítem, majd jön a habos mosás, és utána a tisztítás. Olyan, mint egy étteremben egy ebéd elfogyasztása van, egy leves, egy főétel és egy desszert. Alapmosás, öblítéses, mosószeres mosás, és végül tisztítás. Tegnap megint megoldottam, 800 forintból megcsináltam a kis magas nyomásúval, vagy gőzborotvával. Konkrétan azt érzed, hogy jobban megy. Aha. Hogy jobban megy az autó, nagyon szeretem. Úgyhogy szerintem holnap megint megyek. Most egy kicsit szomorú vagyok, mert siklik a szél a Vax felett. Szomorú vagyok, mert ma tegnap túl napos idő volt, és nem lett sáros az autó, úgyhogy alig várom, hogy újra sáros legyen. Megvan már a technika. Ha tócsa mellett állsz meg, akkor beletoppantasz. Akkor belemegyek. Hogy rámenjen egy kicsit. Megvan már a technika. Fölül kezdem nagyon durván, körbe megyek, felnitmosok, rámegyek az öblítésre, és végül a sima. Még lehet, hogy adok rá egy vaxot, ha nincs kedvem, nem adok rá. De ha fölültesz, úgy értsük, hogy felmész a motorháztetőre, felállsz is. Hátulról egy kis létrát kivesz a csomagtartóra. Körülbelül 6-800-ból megvagy, és újjá születik az autót, beülsz, és ahogy látod, hogy a szél így viszi le a kis szemeket, így fújja szét. Az a lényeg, hogy mosás után mindig legyen egy olyan útszakasz, ahol egy kicsit gyorsabban tudsz menni. Ami megszárítja. Tehát egy kicsit meg tudod nyomni, mert addigra szépen a természetes levegő megszárítja az autódat. És mire leszállsz, nincsenek csúszásnyomok, nincs fröcskölés, nincs lefolyásnyom, csak a száraz, cintiszta. Most úgy érzed, autó. Hogy teljes az életed? Ez, én ugye? Ezt most megtaláltam. Valami hiányzott, várom már, hogy holnap legyen. Hogy újra mehessek mosat? Igen. Kicsit várom. Kicsit záros, ez a száraz idő, hogy itt semmi nem megy rá arra az autóra. Teljesen kivagyok, ha nincs pocsolya. Tehát direkt keresem a pocsolyákat, hogy belemehessek. Tehát ha most kimegyek, fél nyolc a sporthírek alatt, és kicsit összesárazom, annak te örülsz. Én megyek és mosatok akkor. Kérek aprót, vagy szerzek aprót, váltok. Én nagyon szívesen megcsinálom neked is. Figyelj, ez egy lelki megtisztulás. Aha. És mondom, már megyek a mosó felé, és már egy kicsit emelkedik az adrenalin. Tehát az van, hogy már érzem azt, hogy nem sokára mosok. Nem sokára mosok. Érted? Teljesen nagyon jó. Mentünk le Mizsére, Bali beszaladt a benzinkútra. Valamiért van venni valami kis rákcsáni valót, közben ott maradtam Vikivel, és Viki mondta, hogy elintézni a kis dolgát, és elkezdett keresni aprót, és mondtam neki, hogy ne vidd el az aprót. Mondom, miért? Mondom, meg kell a Balinak autót mosatni. Kinek? Igen. Nem szabad vaxolni, nem szabad, tilos, foltos lesz, nem, nagyon kell vigyázni, nem jó.
csak egy sima natúröblítéssel kell a végére elmenni, gyanta, vax, vigyázni kell, azt szépen kell felvinni, az tud foltot hagyni utána. Igen, ezt is kikísérleteztem. Tehát az bízunk szakemberrel vakszolás. Hát ne, ezekben a gyors mosókban ez nem jó. Aha. Ez nem jó. A natúr előtt is, meg utána is azért jó egy jobb öblítés. Beteg vagy. A natúr előtt inkább, de a natúr után is öblítsünk. Az mindig jó. Mindig kézzel. Úgyhogy, ha úgy érzed, hogy nagyon koszos az autód, szólsz nekem, apró nyomsz a kezembe, és mint egy jó londiner, Bali elmegy, visszat és ruszkulcsal. Elmegyek, jó. Elintézem is hozzá. Pár év múlva elérjük majd, hogy itt a kereszteződésnél majd oda rohan minden autóhoz, és kis vödörrel meg, vagy hívják leúzóval, és akkor nyújtanák ki az aprót. Nem! Csak az élvezetkedővért csinálom. Igen, hagyjam, jót adjuk. Hú, az de utálom, amikor így jönnek szélvédőt mosni. Fú, de tudom utálni. Rettenetesen erőszakosak. Rettenetesen erőszakosak, és ha nem engeded, akkor leköpik a kocsidat. Most már hál' Isten egyébként eltűnőben vannak, nem tudom, hova ugrottak át, most éppen mit csinálnak. Tehát ugye mindig azon gondolkozom, mi az új meló, aki eltűnt a nyugati aluljáró alatt, ugye, mert célvédőt mosott, ahogy átvisz ugye a felüljáró alatt, ott megálltál a fordulásnál, az most éppen mit csinál? De ugye régen az volt, hogy mindig azt csináltam, hogy elkezdtem spriccelni, és elindítottam az ablaktörlőt. Megvártam, míg abba hagyom, majd leköpte a kocsimat. Tehát ez egy bevett standard dolog volt, hogy ha nem hagyod, hogy lemossam, akkor leköpöm a kocsidat. Szörnyű volt. És úgy jött, hogy nem is volt vizes a kefe, csak a száradt legyeket így elkezdte szétbörzsölni, az megvan? És mondta, hogy ember, valami vizet tegyél rá, hát ne csináld ezt. Azért hát ez fizet, senkinek hogy minél nem előbb vége legyen, hogy minél előbb eltűnjön. És akkor ha elindítod, mondom, az ablaktörlőt, akkor meg vérig sértődik. Úgyhogy ilyen nem leszek, mert ezt az autósok nem szeretik. De mosatni nagyon szívesen. Mosatni nagyon szívesen. Bármikor. Mit neked az, hogy ma van az év legszomorúbb napja, brit tudósok megállapítják. Ma van az év legszomorúbb napja? Igen, január 19, ugye? 19-e van. Ez az, amikor szembesülsz azzal, hogy elköltötted az összes pénzedet karácsonyra, ami volt tartalékban, és még van körülbelül 2 hét a következőig. Állítólag ez az a nap, amikor összeomlik mindenki egy kicsit. Ugye ilyen szüttyös idő van, hideg van. Állami költségvetésből vagy EU-s pénzekből dolgoznak ezek a brit tudósok? Mondtad, és már egész nap azt fogom nézni, hogy szomorú vagyok. De te nem lehetsz, neked megvan a kimenekülő. Neked megvan az adrenalin fröccsön. Ugye, én meg vagyok. Kicsit csak elmész egy mosomát, és azt mondja, mit nekem évek ott van a vészfék, hogy megindulsz lefelé a lejtőn, akkor ott egy automosó, bemész, és utána pedig hogy hívják? Eltüntetted az életed, eltakarítod a rossz gondolatokat. Nincs ezzel semmi gond. És ez ma azért szomorú, mert már a karácsony nincs bennem, de a január végi fizetés például még messze van. Így van. Igen? A februári fizú, tehát a januárit már elköltötted, mert még foldoztad azokat a lugokat, amiket ugye karácsonyra nagyon szépen megásta saját magadnak, tehát nagyon sok pénzt költöttél, oda betoltam minden januári, plusz ugye az ünnepe elmúlt már, 6-án karácsonyfabontás, már annak sincs se illata, se semmije, és most van az a kiüresedés, ami azt mondja, vagy azt mondatja az emberekkel, hogy ez a csúcspont, ez az év legszomorúbb napja. Na, mit csináljunk ezzel? Hát nem tudom. Egy vidám műsort. Az nehéz jó lesz. Jó vagy. Ne, az nehéz lesz, ma szomorú vagyok. Vagy tényleg, ma nem tudtad, mosatni. Nem tudtad, hogy ma milyen nap van? Ma szomorú vagyok, ma nem tudok vidám műsort csinálni. Viszont nem tudunk elmenni egy téma mellett, amivel nyilván te otthon vagy, és a professzora vagy, és nyilván téged is érdekel, hogy mi lesz a végkimenetele. Ez a még azért nem kirobbanóban lévő, de egyre inkább begyűröző dopping botrány a teniszben. Uh-huh. Egyre többet lehet olvasni róla, hogy adott esetben top 50-es játékosok is érintve vannak, sőt, van állítólag azt mondják, hogy egy Grand Slam páros, illetve egyéni győztes is, aki érintve van elég vastagon ebben az ügyben. Mi a helyzet? Tegyél tisztába mindenféle. Igen, kapcsoljuk ki Melbourne-be, jó? Átveszem, mint helyi tudósító. Melbourne legyen. De úgy kapcsolj ki, ahogy az M1 kikapcsolt, ugye Burkina Fasóban történt az a szörnyű merénylet, ugye? És azt mondták, helyszínen van tudósítónk. Az megvan ez és a történet? Hova, igen. Kapcsoltam, nem akarok nagyon más témába kezdeni, csak kapcsolj majd ki így, jó? Tehát ott van a helyszínen Szolnokon a Melbourne-i tudósító. Igen. Ugye az M1 kikapcsolt, hogy ott van a helyszíni tudósítónk Burkina Fasóban, mire egy csávó bejelentkezett 4000 kilométerre Burkina Fasótól. Én itt vagyok Egyiptomban, nem sokat tudok én sem, mert nem vagyok sokkal közelebb a történet. És kiszámolta azt hiszem a 444, hogy Burkina Faso Budapest, mit tudom én, 4800, Hurgada, vagy Sármelyseg Budapest, az nem tudom mennyi, tehát annyival volt közelebb. Igen. Ha Debrecenbe lett volna, akkor is közelebb lett volna. Igen. Helyszíni tudósítunk 4000 kilométerre. Tehát legyek én egy helyszíni tudósító Melbourne-ből, az Üllői út 102-ből? Igen. Jó, kapcsolj ki, hogy helyszíni tudósítunk ott van a helyszínen Melbourne-ben, illetve helyszínen tudósítunk, és mondd, hogy hol vagyok. A kirobbanó félben lévő bundabotrány kapcsán kapcsoljuk tudósítónkat Melbourne-ben. Halló Balázs, hol vagy? Sziasztok, jó estét kívánok, hát itt már reggel van, itt vagyok Szolnokon. Nem vagyok sokkal közelebb Melbourne-höz. Itt már egyébként éjszaka van.
Itt ilyenkor azt kell csinálni, hogy a rutinos riporternek tudomással kell venni róla. Mit gondolsz? Melbourne-ben van egy kis kihagyás. Tehát a kapcsolásnál mindig van kihagyás. Tedd föl a kérdést, jó? Vágjunk egymás szavába, és aztán konstatáljuk, hogy ez valószínűleg az időeltolódás miatt. Jó, igen. Azt szeretném tőled megkérdezni, Balázs, hogy... Vágj a szavamat. Nem. A belevágás az úgy van, hogy te átadod a szót, csak megijedsz, hogy én nem kezdek el beszélni, ezért te folytatod, ja, bocsás, és én a folytatás pillanatában kezdek el beszélni. Így szokták csinálni. Gyerünk. Beszéd téma Melbourne-ben a kirobbanó félben lévő bundabotrány. Balázs. Nem tudom, így van, beszéd téma. Akkor te is megállsz, ugye? Abszolút beszéd... Abszolút beszéd téma a múlt nap botrány. És azért értem. Az ilyet riporter, aki megijed a csöntől, illetve a stúdióban, aki szintén megijed a csöntől. De hol is? Most tulajdonképpen. Abszolút beszéd téma Melbourne-ben a bundabotrány, köszöntöm én is a hallgatókat. Jelen pillanatban Szolnokon vagyok, úgyhogy fingom nincs, mi történik. Visszaadnám a szót a stúdiónak. Köszönjük. Más. És most nézzünk meg egy bejárás. Még kérdezzél valamit, Jó, hogy benne vannak-e, mint amint topjátékosok, vagy valami. Ki lehet az a Grand Slam bajnok, illetve a Grand Slam páros bajnok, aki a hírek szerint érintve van a bundabotrányban? Balázs! Nem azt tudom, hogy hallottad, de... A kérdés az... De ugye, hogy csinálja egy ilyen, hogy mire elkezdeni mondani, addigra a stúdióban az ember megijed attól, hogy nem adta át, de átadta, csak kell, míg oda vissza. Ja Istenem, csend van, és tökéletesen egyszerre kezdenek el beszélni. Na, szóval mi a helyzet Melbourne-ben? Ez egy nagyon jó kérdés, én is izgatottan várom. Roger Federer tegnap egyébként lenyilatkozta, hogy neveket szeretne hallani. Mire Gyoko gyorsan lenyilatkozta, és azért ez egy érdekes dolog, hogy 2007-ben vagy 2008-ban megpróbálták megvesztegetni $100,000. Tehát a nagyok is nyilatkozgatnak, de egyelőre nem mond neveket a BBC, csak azt mondja, hogy top 50-es játékosok is érintettek lehetnek, illetve ami durvábban hangzik, az az, hogy az aktív játékosok közül meg nem nevezett egyéni és páros Grand Slam bajnok is van állítólag a gyanús játékosok között, és innentől kezdve melegedik a pite, mert egyéni Grand Slam bajnok viszont nincsen túl sok. Egyéni Grand Slam bajnokból, ugye hát vannak a négy nagy, meg van még egy-kettő, akinek becsúszott egy-egy, mit tudom én, a Csilisek vagy a Vavrinkának. Tehát hatan, hát az már egy picit melegebb, igen. Aha. És nyolcan pedig azt mondják, hogy most is főtáblásak az Ausztrál Openem, ami azért nagyon durva, és állítólag, ami még fokozza az izgalmakat, hogy a Wimbledonban és a Roland Garroson is vásároltak meg meccseket. És azért az kemény, mert ha azt gondolod, hogy egy Challenger versenyen, vagy egy kisebb ATP 250-500-as versenyeken megvásárolnak, de Grand Slamen abból nagyon nagy balhé lesz. És Roger mondta, hogy neveket szeretne hallani minél előbb, mert ugye besározza a teniszt, az Ausztrál Opent és mindenkit. Gyoko pedig mondta, hogy nem indult el azon a versenyen, ahol a csapatán keresztül megpróbálták őt befűzni. Tehát nem arról volt szó, hogy fölhívták, hogy Gyoko, akkor veszítsél, hanem arról volt szó, hogy a csapatán keresztül megnézték, hogy valahogy lead egy meccset, ő inkább úgy döntött, hogy azon a tornán el sem indul. De egyébként itt nem arról van szó, hogy két játékos megbeszél, hogy én nyerek, te vesztesz, hanem mivel ugye ez élőfogadás, itt arról van szó, hogy meccsen belül is tudnak bizonyos dolgokat megtenni a fogadók. Tehát mondok egy példát, játszik a Monfils, meg játszik a Nadal, és a Nadal és a Monfils mondjuk összebeszél. És azt mondja, a Nadal 4-2-re vezet, hogy most viszont te 4-2-ről fordítani fogsz 5-2-re. Ennek nagyon nagy az otca, és nagyon sokat fizet, ha a Monfils ezt valóban megteszi. És erre is tudok fogadni? És erre is tudsz játék közben fogadni, az és a Nadal nem veszíti el a meccset, csak egy teljesen reális dolog megtörténik, hogy 4-2 első szettes vezetésnél mondjuk elkezd gyengébe játszani, és a Monfils 5-2-re elhúz. Lead 5-4-re. Tehát lead egy pár bréket, és 4-2-ről 5-4-re fordul a dolog. Nem is veszed észre, viszont hihetetlenül sokat fizet, ők ezt megbeszélik, és megteszik 4-2-nél, hogy én most arra fogadok, hogy a Monfils mondjuk visszajön 5-4-re. És ennek brutálisan nagy a kifizetése, tehát ennek mondjuk 16-szoros pénze van, vagy 20-szoros pénze van. Hirtelen azt látod, hogy elkezd adogni a játék, mert éppen, hogy hívják, már húznám be a fáradt. És akkor egyik pillanatról a másikra valami probléma van. Olvastam, hogy van állítólag, volt David Jankónak volt így egy van, David Jankónak, igen. Döntője, amikor hirtelen, hogy nem megfájdult a lába. Most ilyenkor ők maguk követ
vetik el a család? Tehát Nadal meg a másik nem. mókus, akit mondta ez a ilyenkor megkeresik őket, megkeresik őket, hogy vagy kapnak fix pénzt, hogy ezt játsszák meg, aha. és közben a maffia pedig megteszi azokat az occokat, vagy a csapatot keresik meg. Tehát nem arról van szó, hogy Nadal megbeszél az unokatestvérével, vagy tesó, te tedd meg, én meg megcsinálom, aha. hanem profi maffiába szerveződött emberkék megkeresik őket, megbeszélik ezt, megbeszéltetik ezt a játékosokkal, és ők valahol közben Szingapurban pedig megteszik, hogy 4-2-nél a Memphis hirtelen elhúz majd mondjuk 5-4-re. És ezzel nagyon sokat keresnek, a játékosokat pedig kifizetik, tehát megvásárolják, megvásárolják kilóra. És nem is kell egyébként meccset elveszíteni, ahhoz, hogy, hanem hogy meccsen belül tudsz te bizonyos dolgokat, amiről az előbb beszéltem, megtenni. Na most a Grand Slam, páros győztes Grand Slam és egyéni Grand Slam győztes, az viszont nagyon érdekes, hogy azt ki lehet menni. Se a Murrayről, se a Wawrinkáról, Djokovicról, Nadalról, Federerről, én nem tudom elképzelni, hogy ők ebbe belemennének, hát az nagyon-nagyon nagy balhé lenne. Úgyhogy orosz szálak vannak a dologban. Hogy nem megint. A ruszkik valahogy ebből sem tudtak kimaradni. Igen, orosz szálak vannak, és olasz szálak vannak, azt mondják. De top 10-es játékosokról én ezt nehezen tudom elgondolni. Úgyhogy nagyon érdekes, egyelőre most mindenki mondja a BBC-nek, hogy mondják meg, hogy kik a nevek, csak nagyon nehéz bizonyítani. Ugye nehéz azt bizonyítani, hogy valójában azért vesztette el azt az adott szettet vagy bréket, illetve hogy volt kapcsolat a fogadás megtevők és a játékosok között. Tehát azért ezt baromi nehezen tudják bizonyítani. Úgyhogy, de már volt ilyen, hogy meg 2007-2008-2009 környékén játékosok jelezték, hogy minket megkerestek, baj van, mert megpróbáltak bennünket megvesztegetni, és akkor azt ott kivizsgálták. Tehát ilyen már volt. De ennyi konkrétum, mint ami most van, ez nem. Sem lehet, hogy a BBC ezt csak ilyen beugratónak szánja, hogy azt mondja, hogy tudom a neveket, mert akkor hát, ha valaki kiáll, és azt mondja egy, nem tudom, egy Djokovic, vagy egy Nadal, vagy akárki, hogy gyerekek, én voltam. Hogy elé menjen a bajnak? Hát a Gyoko szerintem ezért nyilatkozta ezt le gyorsan. Aha. Mert eddig ő azért erről hallgatott. Uh-huh. És most ő elé ment a dolognak, hogyha véletlen felmerül a neve. Neve, akkor tiszta legyen. Igen, illetve a világ elsőket a meccsek utáni sajtótájékoztató megkérdezték, hogy mi a véleményük, ugye? Mert minden meccs után van egy sajtótájékoztató, ahol a játékos levonul és elmondja, hogy játszott. És azonnal a Gyoko is, meg a Serena is megkapta ezt a kérdést, hogy akkor mit gondol a bundabotráról. Gyoko azonnal elő is jött ezzel, hogy 2007-ben megpróbálták, de nem indult el azon a versenyen. Uh-huh. Hát azt én nem tartom elképzelhetőnek, hogy utána ők ezt. Aha. Tehát ennél mind a csapat, mind ők jobban tisztelik, szeretik a teniszt, tehát ez kizártnak tartanám, hogy itt nagy nevek szóba jöjjenek. De közben mégis azt mondják, hogy vannak nagy nevek. Hát, és azért ott van a jó régi trükk, amikor az obégat legjobban, akire a leginkább ég a ház, Rozsi neveket akar, ugye? Azt hogy elterelje magáról egy kicsit így a figyelmet. Na ugye? Hát. Nagyon, nagyon kíváncsi vagyok. Igen. De minden esetre vannak más sportágok, ahol azért többet lehet bundázni, de most ki fog derülni. Itt most borul a Billy. Borul a Billy. Most ad vissza a stúdióba, szólt. Borul a Billy. Borul a Billy. Egyébként 30 fok van, zajlik az Ausztrál Open, és Nadal 2-1-re vezet Verdasco ellen, a szó a stúdiója. Köszönöm szépen, Balázs. Itt vagy, Dén? Igen, itt vagy. Halló, csak az várom. Sziasztok, akkor viszont holnap. Visszaadtam a szó. De akkor, jó, köszönöm. Jó estét. Most az időjárásról néhány szó. Ugye, hogy így? Hát ez tényleg működik. Maszkos tévézetnénk is. El kell menjünk egy körkapcsolást megcsinálni. Tegyünk teniszre? Tegyünk. Nem, csak közben. Majd csak nem tudjuk befolyásolni. Az, ami nem tudjuk befolyásolni. Az milyen lenne, én ott lennék játszani, és ti meg román keresnétek magatokat, nem? Igen. Bali, csak vagy a főtáblán. Csak egy picit nyerj. Nem sokra megfájdul a térde. Jaj! Ápolást kérnénk! Balinak a második szed, negyedik, igen, nem tudom, gémjénél ide összeesik, és megfájdul a térde. Nyom egy bukfencet, illetve egy kézenállást, és megcsinálnám. Már fájnia kéne, szóval rohadék magára fogadott. Kíváncsi vagyok egyébként tényleg, mi lesz. Fél 8 pontosan egy percen. Jövünk a hírek után, a Mit mond Dóra játékunkkal, úgyhogy ha játszanátok, jelentkezzetek, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt 42 perccel, hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk. És tele vagyunk közlekedési hírekkel, küldtetek nekünk, köszönjük szépen. Győrújfalun egy szürke Oktáviából, miért csak óvatosan menjen mindenki, ez Krisz küldte nekünk. Minusz 9, minusz 11 fok van Sopron környékén, így szőlőmetszés még egy picit várhat, majd ha melegebb lesz.
Aztán azt nézem, hogy mi a helyzet még. Baleset Kopház és Sopron között a 84-esen most helyszínelnek, üzente Miki, valamint az M3-as kivezetőjén az M0-as kihajtó után kifelé mérnek. Szép napot mindenkinek, Évi. Kati írja, hogy Hunadalt szeretne. Megoldható a dolog. Régen adtuk. Szeretnénk. 8 után elpukkanthatjuk. Főleg, hogy teljesen a napi egyszerű Hunadalunkat. Teljesen érthetetlen módon még nem ért el az 500 000-es nézettséget az a klipféleség. Hát, ott barokkos túlzás azért. Igen, igen, mondani, igen. Képzeld, igen. Mi lett volna, a klipet is forgatunk, akkor már több lenne. Nincs meg az 500? Még nincs meg az 500. Meg lesz. De jó lenne. Meg lesz. 8 után akkor egy kis Hunadal. Jó? És van még egy közlekedés, azt nézem, hogy fontos lehetett. Igen, a fonódo villamos miatt van egy kis fennakadása valakinek, de ő csak nem tud tájékozódni. Vagy? Elfelejtett fonódni. Nem szeretik az utasok, állítólag jók a visszajelzések. Győr felé az M1-esen, igen, a 84-es kilométernél mérnek, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Azt hittem, hogy ott nem fonódik. Ott nem fonódik. Emlékeztek-e még arra a történetre? Remélem, hogy igen, mert hogy beszéltünk róla, amikor egy 4 éves kisfiút, nevezett Józsikát, megkötözött az óvónéja. Beszéltünk az ő édesapjával is itt adásban. Hát megszületett a bírói, vagy ügyészi döntés az ügyel kapcsolatosan, mert hogy apuka nem hagyta annyiban, és elment bíróságra ezzel a történettel. Kapaszkodjatok meg, az a helyzet, hogy nem követett el az óvónő bűncselekményt azzal, hogy megkötözte a kisfiút, a 4 éves kisfiút. Egész egyszerűen csak nevelési hiba történt, és mint ilyen nem büntethető a dolog. És az végül kiderült, hogy kinek volt igaza, és mivel és mennyi időre kötözték meg Józsikát? Ezt senki mert nem hogy tudja. Ugye teljesen igen. Mást mondott igen. Az óvónő, meg a dadús, meg a szülő is. Így van, tehát, hogy nagy kötéllel erősen igen. A óvónéni azt mondta, kis piros madzaggal körbehurkolta a csuklóját. Igen, 6 percig. Mire a szülők jutott, addigra pedig már gumipókkal kötötték össze a gyerek kezét, lebet kipeskelték a száját. És egy diszperzites vödörbe állítottak és betont öntöttek rá. Igen, hát nehéz igazságot tenni. Hát... ezzel most te felháborodtál, hogy ne kötözzenek le óvodába gyermekeket? Mert akkor mondom én. Nem. Tegnap én kértem is az óvónénit, hogy a Somát, ha lehetséges, egy gúzsba kötéssel. Ha még a békát kérted volna, hogy téged kötözzön. Azt szoktuk minden esetre, de az nem tartozik az óvodásokra ez a dolog. Igazából az van, hogy ugye pont azt állapítottuk meg akkor is, hogy nincs nagyon fegyver vagy eszköz, inkább se a pedagógusok, se az óvónénik kezébe. Én nem. Ha ez tényleg így történt, hogy egy piros madzaggal körbe kötötték a kis kezét, és azt mondták, hogy akkor most 6 percig büntibe vagy, mert egyébként szájon verted a melletted kakaót ivó Katikát, akkor én ezt teljesen logikusnak és normálisnak igen. Tartom. Egy életnagyságú Millennium Falconnal. Egy másfélméteres Boba Fett szoborral. Sok ilyen marad a szoborában általában előfordul. Kötözzék le őket, persze. Így van. Szeretem, hogy ilyen sarkos vagy. Így van. Kötözzék le őket. Hát én nem hiszek már ebben az agyoliberalizált világban, bár sok mindent vallok azért belőle, de kötözzék meg a kis büdös kölköket. Na. Nem róla beszélek, mert ő ne. Arra is megbeszélek. Kötözzék meg a büdös kölköket. Így van. Sok kis büdös kölök, így van. Rendszabályozzák be őket. Ők akartak óvodába járni. Igen. Úgy kell neki. A sok kis sokat beszélő kis büdös krakérer kölök. Én nincs ezzel baj, nézd, valamit kell adni a kezükbe. Ott van 30 gyerek, én nem hiszem, hogy tényleg ő fejhangon ordítva 4 órán keresztül úgy lett volna lekötözve, hogy már az idegekből és az erekből kimegy a vér, és már az alkarja zsibbad. Egy picit őt ott lekötözték. Hát most... Oké, és hogyha a túlmozgásos apuka majd téged is, vagy a te óvónénédet is bíróság elé citálja, hát az arra, az az óvodain arról nem tehetek. Hát az én gyerekemet külön ültették ebédnél. Komoly lelkisérüléseket okoztak ezzel. Jó, de ezért fizettek. Hogy ne vegyünk ilyen. Ezt én kértem, igen. Plusz 5000. Ne egyen a bárkivel. Azt beszéltük meg, hogy egy dolgó is lesz alatt, hogy magasabban legyen, mint a többiek, nem? És a kis koronája hol van? Igen. És a kis koronája hol van? És elmondtam az óvonéninek, mert volt ilyen kis beszélgetés, hogy nagyon helyes. Nagyon helyes, felhatalmazom mindenre, hogy... Nagyon helyes. És ha ezt a gombot itt kigombolom, csak azt akarom mondani, hogy nagyon helyes. Ültesse külön, így van. Tehát ne vegyünk el tőlük minden lehetőséget, hogy megrendszabályozzák őket. Külön ültették a Benit, Beni egy hétig egyedül evett, úgy szenvedett, mint a kutya, minden este panaszkodott, hogy neki miért kell egyedül lenni, és elmondtam, hogy majd ha be tudod fogni... Hogy apád intézte.
Apád intézte. Így van, nem sokára a csoportban is egyedül leszel. Na, aztán apád holnap megveszi az óvodát. Így van. És azt csinálsz, amit akar. Most tatarozzák neked a felső szintet, ha sokat hiányzik. Utána az óvodénik szolgálni fognak téged. Lovacskázhatsz hátul. És én rámegyek a lepattanokra. Jó? Ne, elmondtam, hogy nagyon jó, és köszönöm, és legyenek nyugodtan szigorúak. Hát ez a jaj, ne nyúljanak hozzá, jaj, ne csináljanak semmit, jaj, vigyázzanak a gyerek lelki világára. Hol vigyáztak a mi lelki világunkra? Ült gyerek, egy három napi különült, úgy eszik, úgy hallgat, úgy örül, hogy visszajöhetett a többiek közé. A gyerek sem mert szólal. Még ha repetát kér, azt is csak elmutogatja. Annyira szóval kötözzék, hogy... de azért tudják, hogy hol a határ. Tehát, hogy ne egy ilyen bevetési egységes kommandos. Földre, földre, rohadék! Ne arra menjek, hogy tíz gyerek tervezben áll a falnak, érted, és motozzák őket. De én hiszek abban, hogy egy óvónéni el tudja azt dönteni, hiszen ez a szakmája, ezt tanulta, ért a gyerekekhez, hogy mi az, ami nevelési célzattal kell, hogy szóljon, és mi az, amiben már sérül a gyermek. És én nem bírálhatom őt felül, mint szülő, mert én odaadom a gyermekemet, és napi 6-8 órában ő neveli, én csak ezt elfogadni és megtisztelni tudom, hogy ő ezt teszi. Aha. Nyilván, ha például megverné, vagy megveri, akkor azért felemelném a hangom, de szerintem ezt az óvónénik nem csinálják, nem? Ritkán hallasz ilyet. Előszólni. Ja, azt, hogy kicsit egy... külön ültetik, hogy demonstratív jelleggel azt mondja, hogy na most én egy picit lekötözöm a kezed egy percig, persze, most lehet, hogy sérül a gyermek lelkivilága, de elgondolkozik rajta. És minden azt, egyes gyerekkel kapcsolatosan a szüleit megkérdezett, hogy kedves anyuka és apuka, önök mit engednek meg nekünk? Ugye? Mert most az van, hogy te azt mondod, hogy te megengeded. Hát nem, hát persze. Jó, mindenkinél megkérdezed. De miért kéne ez a hülye gondolkodás? Miért kéne megkérdezni? Hát azért, mert beadom lesz a gyermekemet az óvodába, és rábízom az óvónénire, hogy mit csinál. Oké, lesz olyan szülő, aki azt mondja, hogy kikéri magának, hogy az kikéri? Ő... Kikéri magának. Mint amikor a kakas bemegy, és azt mondja, az én sörömet, az én sörömet kikéri ki. Ugye bemegy a bárba a kakas, az én sörömet kikéri ki. Jó, ott a nyolc. Refref magának, kikéri magának, mi jó neked. De mi lesz az én sörömmel? Az én sörömet kikéri ki. Mondjad, szóval, hogy kikéri magának azt, hogy az ő gyerekét külön ültessék ebédnél. A tiédet lehet, az övét nem itt lehet. Itt van a baj. A két gyerek itt között van a baj. Már lesz egy olyan rivalizálás, hogy őt ő hozzá külön hozzáállással kell majd az óvónőnek menni. Egyébként nekem szimpatikus, hogy minden év elején az első nap előtt legyen egy ilyen összejövetel a szülőknek, és akkor legyen fönt egy tábla, és akkor itt szépen vegyék sorra a különböző rendszabályozás. Józsika kötözés, oké, különültetés, mehet, pofon nem. Igen, Gáspáréknak nem tett. És jön az óvónő, és ránézi, Pistika, mit csináltok, Pistika? Nem ültethetem külön, nem engedi az anyja. Igen, nézzük csak. Nézzük csak, Pistike, nem mehet külön. Nem kötelezhetem. Ez se normális, ez nonsens. Nem normális. Nem kell, hogy a szülő, ha csak nincsenek szélsőségek, beleszóljon abba, ha mondjuk nincs testi fejlődés, azt én sem engedem. Tényleg, hogy nevel az óvónő. Bízzuk rá. Azért csinálja, hogy rend legyen, hogy fegyelm legyen, hogy a gyereket felkészítse az iskolára. Hát nem kell egyből azt feltételezni, hogy kínozza a gyerekedet, meg bántja, meg sérül, meg mentálisan. Neki az a feladat, hogy 3 év alatt felkészítse. Ehhez valamilyen eszközt kell neki adni a kezébe, hogy fel tudja készíteni, hogy mire a gyermek elmegy iskolába, addigra mondjuk csöndbe tudjon maradni 45 percet. Ha nem marad csöndbe, sokat beszél, üljön külön. Aztán húzzák deresre, kötözzék le. Igen. Szerintem valahogy jelezni is kellene valami karszalag, vagy a ruhájukon valamilyen kis jelzésekkel, vagy belehímezni a ruhájukba. Tehát, hogy mit olyan jó új kollega jön, és látja, hogy a kislánynak egy masni van rá hímezve, mondjuk a kis ruhácska, és rákérdez, hogy a masni a jel, nem, ő kötözhető. Tehát, hogy rögtön lássák, hogy mit lehet azzal a gyerekkel csinálni, nem? Túl van ez gondolva. Erről már sokat beszéltünk, hogy ez túl van ez szabályozva, illetve túl sok minden van a szülők kezében, és túl kevés dolog van a tanár és az óvónő kezében. Így van. Ez... Kapják el a kis csibészeket. Neveik őket. Tanulják meg, mi az a regula. Így van. 100 szónak is a vége. Gusba kis rohadékokat. És ezzel lesz volna tele minden az egész sajt. Így van. Balázs és Jani gusba kötni a kis rohadékokat. Ajánljuk mindenkinek, hogy az egész megszólalást hallgassa meg. Igen. Természetesen mielőtt kiemel valamit a megszólalásba. Jó. Idézőjel bezárva. Tényleg időzően, mindig így kell kezdenünk akkor a megszólalásokat, mint a Nógrád. Én szerintem ott van a vízválasztó, hogy kezet emel a gyerekre és üti, vagy nem. Nyilván szavakkal is lehet valakit verbálisan úgy terrorizálni, hogy a gyerek egy év alatt lelkibeteg lesz, szorong, neurotikus lesz. De azt egy szülőnek fel kell tudni ismerni, hogy ez most az egyén és a közösség érdekét szolgálja, vagy rászálltak a gyerekére és valóban terrorizálják, és a gyerek valóban sérül. Nem? Tehát neked szülőként kell eldöntened.
hogy jogos volt, vagy nem volt jogos, igen, és nem is mindig a gyereket védeni, hanem igenis néha igazat adni az óvónőnek a gyereked rovására. Hát csak ez kevés szülő meri megtenni, vagy tudja nem, megtenni. Nem kevés szülő meri megtenni, azt gondolja, hogy az övé a legtökéletesebb az én gyerekem. Igen. Nem hülye az én így gyerekem, van. Nem dadog az én gyerekem, nem sejpít az én gyerekem. Az én gyerekem igazat mond, az óvónőnek hazudik. Így van. Tehát mindenki ez mindig ez a leggázabb egyébként az egészben. Tehát, amikor beviszed a gyereket az óvodába, vagy beviszed a gyereket az iskolába, akkor kell, hogy legyen neked annyi bizalmad a pedagógus irányába, hogy elhit, hogy az az igaz, amit ő mond, és a gyerek adott esetben füllent, vagy próbálja meg kijátszani azt a kártyát, hogy érzem, mert a kötődsz hozzá. Hát mondom, nálunk voltak olyan szülők, most nem nevezem meg, hogy kik. Ne nevezd meg. Nem, teljesen mindegy, az elmúlt 3 évben az óvodában, mesélték az óviban, megsértődtek azon, hogy meghallották, hogy a gyerekük nem iskolaira. Úgy megsértődött a szülő ezen, hogy elvitte a gyereket. Úgy megsértődött, hogy nem beszélt többet az óvónővel, megsértődött az óvodára, kikérte magának, levelezni kezdett az önkormányzattal, és felháborodott hangvételű e-mailekkel, levelekkel bombázott mindenkit, hogy hogy merik így megalázni őt és a gyerekét, és mit képzel magáról az óvónő, és micsoda szakmai dilettantizmus. Örülj neki, hát még érted, hogy mekkora zsákutcában vagyunk? Nem? Tudom. Ugyanez a fel. Mert Pistike nem lehet iskola életre. Így van, nálunk a fejlesztés. Fejj gyerekemre, tart! Nem mondta senki, apuka. Pistike láttam, Pistike 7 éves volt, és megkérdezett, hogy hívnak, és Pistikének folyt a nyál a szájából, és Pistike nem tudott fölvenni egy kabátot egyedül, de a szülő megsértődött, Istenem, azt, hogy ne Pistikének hívják tényleg. Mondjatok egy lehetetlen fiú nevet. Szintia. Szintia. Jó. Szintia, kisfiú. Szintia. Ott állt a kisfiú, Szintia, így aztán biztos nem is jönnek rá, és láttad rajta, hogy nem, hogy nem iskola érett, a gyerek nem tud két egyforma cipőt felvenni, mert teljesen mindegy, mi van a lábán. A szülő az konkrétan atomot akar dobni az óvodára, hogy sóval pincsék be a területet, és mindenki pusztuljon el, aki legalább egyszer bement oda, mint oktatási intézmény, és részt vett ott a munkában. Érted, mekkora baj van a fejekben? De Pistikén megkérdezted, hogy hívnak? Semmi. Igen, nem, és 8,5 éves volt, érted? Apuka, az helyzet, hogy a kis Frantisek úgy érezik, hogy nem annyira iskola érett. Ezt miért mondja? A nevét se tudja velünk. Hogy hívnak, az én gyerekemnek nem kell logopédia. Szamára hozta! Megalázta mindenki elő! Hogy beszél a gyerek 9 évesen? Jép a jetek, mogyó jó, de nem kell neki logopédus. Hát, a szülők torzítanak, szerintem legtöbbször. Bármit ki tudom mondani. Mondd, hogy ágászi. Ágászi. Mondd, hogy jéka. Jéka, pajó. Jaj, Istenem. És akkor most mi van? Mivel? Semmi, kötözhető a gyerek. Kötözhető a gyerek. Nem, ezt nem mondta ki, azt mondta, hogy ez nevelési hiba. De nem lehet érte. Kártérítést követelni, nem csukhatják le az óvónéni. Az a nevelési hiba, hogy kiderült. Igen, rosszul volt nevelve a gyerek. Így van. Ezért kell így kezdeni, és gyerekek, ez nektek az első nap itt most az óvodában, ezek az első órák, ezek az első percek. A legfontosabb dolog az, hogy ami az óvodában történik, az óvodában is marad! Megvan, hogy 3 éveseknek ez letolja. Szerintem erre születtél. Azonnal síró gyerekek. Igen, és ott masírozott, tudod, egy ilyen egyenruhában. Ez az én harcom. De tényleg. Én mindig azt mondom a szülőknek, hogy próbáljanak meg egyszer ők bemenni, és 30 gyerekkel egy héten keresztül csak foglalkozni, megebédeltetni őket, lefektetni, kivinni az udvara, fölöltöztetni, elaltatni. Nem, szerintem az udvara kivitel előtt öltöztessék fel, azt szerintem viszonylag fontos szempont, de jó, hát a pályakezdők. Én szeretem a kevésbé hagyományos dolgokat. Kivinni őket a 0 fokba, legyen valami csavar benne. Visszahívni őket, aki jól viselkedett kint 10 percig a hidegben, az most már föl is öltözhet. Mert az én opimban lenne regula, hidd el. Nem? Nem így van? Tehát próbálj, és egy hét után máshogy gondolnál az óvónőkre, máshogy gondolnál a tanárokra. Miért nem szóltatok, hogy fáztok? Legyadatok! Ezeket a kérdéseket is nagyon szeretem, tudod, mikor bemegy a szülő, és kevésbé fontos neki, hogy jól érzi-e magát, meg nem tudom, a levest is megette? És tudod, így látom az ott, tudod, és kért repetát? Nem, basszus, nem, éjjel. A te gyereked egész biztos, hogy éjjel. És az egy órából végigaludta az egy órát, vagy felkelt a 39. percben, tudod? Nyilván lejegyzetelik az óvónők, hogy éppen mi történik. Hát nem ezek a fontosak valójában egy óvodában, hogy megette a repetát, vagy nem. Hát nem? Igen. Hát kevesebbet kell adni neki otthon. Ja. A repetázott. Hát igen.
De érdeklődik, kommunikál. Na játszunk egyet. Rossz volt a gyerek? Nem, nem volt rossz. Akkor miért ilyen lapos az óra? Szifiliszes lett? Mit mond óra ez a kérdés? Valakivel már is játszunk. Visszafelé beszélünk. Ülész hevére faszi. És aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mit mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló! Sziasztok, ő kine. Ő kine. Enikő, hello, jó reggelt. Sziasztok. Honnan hívtál minket, Enikő? Budapestről. Budapestről, mit csinálsz? Dolgozom. Mit? Eladó vagyok egy kisboltban. És most egyedül? Vagy ott vannak a vevők? Nincsen vevő most. Nincsen vevő? Nincs. Mit árulsz? Mindent. Ez egy ilyen vegyes bolt? Mindent élem, igen. Aha. És most kiraktad az árvatáblát, hogy egyszerűen csak szerencséd van, és egyedül vagy? Nem, csak szerencsém van, hogy most nem jött be senki. És kasszázol is, eladó is vagy, tehát mindent egyszerre? Mindent, igen. Én szeretem az ilyen boltokat, hogy valaki ott hátul pakolja a kakaócsikát, mikor beállsz a kasszáz, rohan előre, beüti, majd megy vissza. Parizert ő vágja. Parizert vág, közben kicsit kiszolgál, közben kicsit kasszázik, és ott rohangál ide. Jól van, Enikő, na figyelj ide, mondom neked, hogy van még országváros, van híres ember, szólásmondás és tárgy. Legyen híres ember. Híres ember. Azt a betyárját. Mehetünk? Persze. Na figyelj, fél percet van, kétszer mutatjuk, utána elkezdünk néhány dolgot kipakolni az ajándékcsomagból. Óra indul, figyelj ide, mutatjuk. Robit Kenedeb. Itt vagy? Még egyszer? Nem hallom. Telik az idő, figyelj. Robit Kenedeb. Halló! Itt vagyok. Na, mit csinálsz? Gondolkodom, mert nem értem. Nem? Robit Kenedeb. Remit Kenedeb. Robit. Kedeneb. Hát azt visszafordítod a Robitot, ott már meg is van. Mi az? Így van. Keleded, az volt a vége? Hát, Kedeneb. Benedek Tibor. Na, az így van, hát az lett volna, ez így volt. Van. Az igen. Lett volna. Nem értettem. Hát abban igen, pedig a Robit is nagyon tiszta volt. Remitet értettem, azért nem tudtam visszaidni. Hát, pedig olyan régóta próbálkoztam. Hát, lejárt az idő. Lejárt az idő, így van. Játszunk legközelebb, jó? Jó, próbálkozom. Jó, jött vevő? Mm. Igen. És ő se tudta? Nem, ő most jött, tehát még akkor nem volt itt. És mit csinál most? Közvetíts. Áll. És néz téged? Keresi a Domestost. Nem, csak ilyen félszemmel. Félszemmel? Jézus Mária, szegény. Puszilunk. Jó, köszönöm szépen. Ciao. Sziasztok! Hello! Szia. Jövünk a hírek után. Hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk pontosan, 13 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk egy jó kis polgárpetés a Hungarikul Hunadal című dala után. A Hungarikul ez esetben ugye mi lettünk volna, vagy hát vagyunk még mindig, vagyunk, de is. Megalakultunk és egyből fel is oszlottunk. Ezt a dalt szerettük volna benevezni az Eurovízióra, de hát nem válogattak be bennünket, nem értették igazából a humort, szerettünk volna valami újat. Belecsempészni az Eurovízió. Valami lazát fejszolgálmitelve, de nem, ők úgy érezték, hogy ne csempészünk semmit, maradjunk a konzervatívabb daloknál, úgyhogy nem. A zsűri nem értékelt eléggé. Ők komolytalankodni akarnak, illetve mi komolytalankodni szeretünk volna, ők meg komolykodni szeretek volna. Szerintem egyébként egy kétnapos poszt egyébként, fönt a legnépszerűbb videó megoszt a portálon, a dal alatt, és én maximálisan egyetértek vele, de szerintem ti sem fogtok vitatkozni, azt írja egy Laci nevű kedves hallgató, hogy hát kedves rajongó társaim, nagyon szomorú vagyok, amiért nem jutott be a dal legalább a 30 közé, és tartsatok elfogultnak, de szerintem nem merték beválogatni, féltek tőle, ha eljut olyan szintre, ahol a közönségem múlik a továbbjutás, simán átmegy. A 30 bejutott dalt én átnéztem, és egyszerűen nem értem, hogy ott egy-két nóta mitől minőségi, és ha a magyar regi például mehet, akkor a mulatos miért nem?
Én tökéletesen egyetértek. Igen, hát a célunk nem volt más, mint hogy kicsit változtassunk az Eurovízió eddigi megjelenésein, és színpadra állítsunk egy olyan dalt, ami az országról szól, a hungarikumokról szól, a sokat bántott magyar vendégszeretetről, életérzésről, vidámságról, és megmutassuk, hogy azért minket sokszor egy ilyen nagyon depresszív népnek könyvelnek el, de három percben megmutattuk volna, hogy tud azért a magyar bulizni, először csak itthon, aztán nyilván hát a kiutás az már azért távolabbi ábrán volt, de esetleg nemzetközi színpadon is, de nem válogattak be, hát nem értették, nem maradnak a hagyományos. Féltek, énekel. De nem kellett volna, hogy féljenek, mert hogy még van egy adott pontja a műsornak, amikor ők még fogni. Kiszorhattak volna bennünket úgy, mert hogy ők már csak döntőbe jutatnak tovább X darab produkciót, és arról az X darab produkcióról döntenek majd a nézők. Tehát ők döntik el, hogy kiről dönthetnek a nézők. Szerintem komolytalan volt számukra a stílus. De ők azt hitték, hogy mi viccet akarunk az Eurovízióban, pedig nem viccet, mi komolyan vettük volna. Na csak de mást. De hát minden gyerekek, ez van. De egyébként, hogyha meg viccet akartuk volna belőle csinálni, akkor azzal mi lenne a baj? Számtalan olyan nemzet van, meg számtalan olyan dal gyakorlabbi évekből, az Eurovíziónak a történelméből, amikor viccet csináltak, humort vittek fel a színpadra, és nem az ország, ahol ilyennel viccelünk, jó? Igen. Érted? Nem baj, megalakultuk, felosztottunk. Jövőre indulunk? Elindulunk jövőre, csinálunk. Ugyanezzel, persze. Addig indulunk. Ugyanezt beadni. Jó ideje. Értsék meg, hogy mit szeretnénk. Értsék meg, hogy mit szeretnénk csinálni. Hát most tényleg énekelhetnénk újra a rasszizmusról, meg a nem tudom, hát valami lirikussal. Ezek fontos dolgok, de ne lazuljunk már egy kicsit, basszus, annyi gond van körülöttünk, annyi gond, probléma, olyan dolgok, amik miatt feszülsz amúgy is a hétköznapokban. Nem kéne valami kis vidámság inkább? Igen. Mikor lesz a koncert, a nagy koncert, kérdezi valaki. Hát lesz, majd egy dalt fogunk nagyon sokszor előadni. És most jön újra, Sztár vendégekkel megtűzdelnénk. Igen. Na. Azt mondja, hogy kérdezik többen tőlünk, hogy a taxisok még mindig reklámot csinálnak-e az Ubernek, vagy már lehet közlekedni a Deák környékén. Állítólag még ma is megy a tüntetés, de nem jöttek SMS-ek fennakadásról, tehát lehet, hogy egy kicsit jobban lehet haladni. Pusztavám és Bokot között baleset, teljes útzár, ezt Fidó küldte nekünk. Balaton-Almádiban trafi, Balatonfüred irányában Bazsa üzente. Trafi az M3-ason Budapest felé a 228-as kilométernél, ott is vigyázzon mindenki. Aztán az M6-oson a 85-ös kilométernél Pécs irányában most tették ki a trafit, vigyázzatok, és 88-as kilométerénél az M86-os gyorsforgalmi útnak a hídról mérik a Győr felé autózókat, ezt Zoli küldte nekünk, köszönjük szépen. De most kapom az információt, hogy talán vannak új fejlemények a bunda botránnyal kapcsolatban. Kapcsoljuk Melbourne-i tudósítónkat. Balázs, hallasz? Lehet, itt hogy vagyok. Így van, itt vagyok, és miatt... azt szeretném csak mondani, hogy köszönjük szépen, is, hogy... meg... Hogy kapcsolja a közszolgálati tévé a helyszíni tudósítóját? Aki egyébként Szolnokon van, de Melbourne-ről tudósít. És nagyon komoly, ez így eltolódás. Jaj, gyerekek, Nadal bajban van. Nadal bajban van, már az első fordulóban ez nem jó hír. Ja, azt hittem, arra gondolsz, hogy kopaszodik erősen. Erősen kopaszodik, és Verdasco ellen úgy látszik döntőszettet kell játszania, mert hogy a negyedik szedben 5-2-re vezet Verdasco a rövidítésben. Tiebreak, mondom én mi nektek. Mi ez a tiebreak? Ugyanolyan, mint a tájvadász, csak ez földi. Így van, ez az eye break. Tehát, hogy break ez, és akkor eye meg a breakben. Eye break. Tényleg mi az Isten az a tájbreak? Nem láttam egy tájbreaket? Nem, soha. Hát menj el vidékre, és break. A főúszár, amikor jönnek az a kiadós locsokodás után. Menj el a Hortobágyó, és breakelj. Az a tájbreak. Na jó, csinálj egy helikoptert, és egy fejem pörgést a Hortobágyó, és már is megvan a tájbreak. A tájbreak az a rövidítés, de nem kezdeném el nagyon ezt neked magyarázni, mert ha már állandóan ezt a szart hallgatom, hogy itt teniszeznek emberek, érted? Legalább sekélyes a tudásod a teniszben, hogy eljussunk oda, hogy tiebreak, tehát nem akarnál. Nem ezt kéne kezdeni. Tehát nem ezzel kéne kezdeni. 6-6-nál játszanak egyébként tiebreaket, 7-ig megy, ha pedig 6-6-ban, akkor 2-vel kell nyerni. Ha 4-8-kor kezdik el, az akkor... azért baj, mert másnap reggel 7-ig kell játszani. Mindig 7-ig megy. Rövidítést jelent egyébként. Aha. Most mit mondanál, ki nyeri? Micsoda? Te Nadalos vagy. Ugye? Hát mivel 6-4 van a Verdasco-nak, így nem tudom, ki szervál, most van-e szerva csere, vagy még mindig a Verdasco szervál. A Verdasco szervál, az azt hiszem, ezt a szettet ezt behúzza, és döntőszett. De az a sok számot előtte, a 6-4 előtt, az mi? Hogy a 6-6? 2-1, 6-6, 4-6, set point, ezek mik?
Mindegy. Hát de most a kettő egy az kékkel, ezek szórakoznak? Ez csak itt, ez Ausztrália? Hát csodálkozol? Na, 2-1 kékkel, 6-6 sárgával, 4-6 fehér-feketével. És ez 6-7-6-4-6-3-6-7, ez mi? Hát ez előbb még 2-1 volt. Látod, ezért szép sport a tenisz. Így van. Mert majdnem, hogy 4 órája játszanak, és 4 óra után 0-0-ról indul szinte minden. Tehát mutass még egy ilyen sportot. Ez teljesen értelmetlen, valljuk be, hogy 4 óráig küzdesz azért, hogy ott legyél, ahol 4 órával ezelőtt így van. Voltál. Így van. Hát gyönyörű. Gyönyörű. Nem, egy ez értelmetlen. Tessék? Ez értelmetlen. Hát 4 óráig ütögettek, és most nulláról de most jön a döntőszett. Na most kéne bundázni. 8-szoros az Ócz Verdeszkóra. 8-szoros Ócz van Verdeszkóra? Most, jelen pillanatban, úgyhogy döntőszett van. És tudunk az nem sokára változik. Arra frissíts rá, az meg fog változni. De még lehet fogadni. Tudunk még fogadni rá, Jani? Frissítek. 8-szoros Nadal. De... Tudunk fogadni, élőfogadás van, tehát még meccs közben is. Igen, tudsz. Simán. Hát dobjunk már rá egy valami. Hát, ha megfájdul a lába valamelyik. A Verdeszkóra? A Verde, hát ha 8-szoros pénz, nem tudja meccset. Kidobott pénz. Tényleg? Engedd el, nem nyer. Kidobott hát az ablak, ad nekem. Te mondtad. De látom. nem. De a Nadal erősebb mentálisan, engedd, ad nekem a pénzt, ne tegyél a Verdeszkóra. Hát hülye, azért nem vagyok, akkor inkább mennyi nekik. A Nadal, mennyi, mekkora az otca? 1-2, 1-1-1-1. Nadalra, figyelj, nem. 1-1-6, mennyi? Nem, Nadalra, nevetséges. 0-71. Nem, most egyiket 1-30. Tehát 1-0-0-8-ról jött fel 1-30-ra, azért ez nem olyan rossz. De nekem ez nagyon tetszik, hogy nem fogadsz, és Balázsnak adod a pénzed. Adod a most. Nem, most nem, adod a, nem, most. Nem. Azt ő javasolta, nem én. Nem. Most hülye, nem vagyok. Neki. Jobban jár. Nem, ne tegyél a Verdeszkóra. Nem elég erős mentálisan, hogy ilyen 5. szedben a Nadalát legyőzze. Igen, láttad rajta. Ismerem. Nyer a Nadal. Aha. És mik azok a kék számok, hogy 2-1? A sárga 6-6. A műsor érdekében lapozzunk. Na, egy nagyon helyes kis témával foglalkozunk most. Szerintem sok hallgatónak van tapasztalata az összebútorozás utáni csalódásról. Ugyanis történt, hogy Katalin húga beköltözött a luxus lakásba. Eddig se élt azért ugye rossz körülmények között. Pipáról van szó. És hát ugye... Pipa, ugye? Mondjuk rendben. Jó, jó, oké, jó. Hagyok egy fél percet, jöjjenek a szójátékok. Ja nem, csak kérdezem, hogy érted egy jó pipáért, mert egy lakás jár, hát basszus. Ugye? De meg milyen pipa? Neked fizetned kell érte a szemétégető mellett. Más meg lakásba költözik, érted? Szóval Pipa Middleton. Ő ugye Katalin húga, és hát meghódították őt, és összeköltöztek. Alig, és itt lesz érdekes a dolog, és ebből szerintem nagyon jó kis témát lehet csinálni. Alig két hónapnyi közös járás után úgy döntöttek, hogy Pipa Middleton, Katalin hercegnő húga összeköltözik a rendkívül gazdag, ám de egyébként emellett nagyon jóképű James Matthews-zal, aki hát Chelsea-ben él és milliárdos. Aha. Milliárdos. Tehát Pipa véletlenül se azért egy autószerelőt, egy karosszéria lakatost vagy össze, egy ácsmestert hát választott. Hát ő egy milliárdoshoz költözött. Nem, mintha neki nem lenne mit a tejbe aprítania, de közel 2 hónapnyi együttélés után. És hát ilyenkor jön ugye a meglepetés, amikor az ember úgy költözik valakivel össze, hogy még szerelmes, nem látja, hogy milyen veszélyeket rejt, igen, az összeköltözés, illetve nem ismeri szíve választottjának szokásait, tisztálkodásai szokásait, lefekvési, felkelési szokásait, evési szokásait, és mindent, amivel az összeköltözés jár, majd egy adott pillanatban jön az első felismerés, hogy hajaj, hát nem mind arany, ami fénylik. Nem, ezt akartam. Ugye? Na most náluk nem tudom, hogy mi zajlik, de 2 hónap után azért az bátor, nem? Ha csak nem valami nagyon nagy szerelem van. Hát, vagy jogos, 2 hónap után jó, azonnal összeköltözni? Felnőtt embereknél már akár lehet, ez is megtörtént. Mire kellene már? De elvakult az úriember. Elvakult az úriember. Pedig hát, ha tudná, mondaná, nem látok a pipától. Ha csak visszatértünk a gyökerekhez. De szerintem nagy a szerelem. Nagy a szerelem. Nagy a szerelem, na de vannak érdekes dolgok, amik azért ilyenkor kiderülhetnek, nem? Én mindig gyors költöző voltam, ennek a praktikus gyorsan kiraktak? Oka. Ne, hát gyorsan beköltöztem kis a másik helyre, érted? Mindig egy kis fészekfoglaló volt, mint a kakuk? Én nagyon összejöttem, már ott is laktam, ennek ugye több oka van, egyrészt, mert hogy nem volt hol, és hát az aktuálisnak éppen véget ért, akkor az újjal oda kellett költözni, de nekem nagyon sok ilyen meglepetésem volt. Az egyik például a rögtön az első estén, nem a második estén volt, televízió nézés, kis asztal előttünk, akkor
akkor még divat volt az úgynevezett dohányzó asztal, ahová a lány felrakta a kis lábát, zoknit lekapta gyorsan, és elkezdett lábkörmöt nyírni a második estén, de úgy, hogy te közben ott ülsz, és hát próbálkod beszélgetni. Pontosan, így szét, de mert ő körömcsipeszes volt, mert vannak az a... nem baj, én is csipeszes vagyok. De a körömcsipeszes az pattan. Én elkapom szájjal. Majd mutasd meg egyszer, hagyd tanuljak, jó? Mert ugye vannak az ollósok, az a könnyebb, az a nem pattan, tudom. De a köröm csipesz. Undorító. Na, és így elszáll előtted egy. Hát az még a szerelmünk elején volt, de amikor láttam, hogy ez nincs összeszedve se, akkor ott azért elgondolkozol. És amikor a szőnyekben itt ott tudod, megakad, és hogy jelenleg valami karcolja a lábadat. Persze, elesel benne, mert ilyen Monteverest méretű körmei voltak. Az nagy nekem kedves édesapám előszeretettel, és nem fürd, és amikor már felpúl a köröm, hanem szárazon is. Ez a leggázabb. Az nagyon patta. Szárazon is így, Jézusom. Mennyi ideje voltatok együtt? Hát, egy hete. Egy hete. Na most ugye egy hete szerelmes az ember, minden szép, minden tiszta, minden illatos, minden jó. Úgy megy el az ember randira, megtörténik az első együttlét, és tényleg nagyon idilli. Aztán az költözésnél ugye lehull a lepel, és látod, ahogy szíved választotja, vágja egyébként a csomolum, amiket minden esetre az ugye elgondolkodtak. Mit csináltál? Szóltál neki, hogy a békés együttélés reményében ezen változtasson, vagy kiszedegetted a sonkás szendvicsedből, és beleraktad egy hamtartóba. Sintettem a tányér szélére. Mit csinál ilyenkor egy frissen összeköltözött pár, arra akarok kiukadni? Szóltál neki? Nem, mert egy hete vagy együtt, és szerelmes vagy. Hát ráadásul az ő lakása, nem? Az ő lakása. Hát az úgy nehezebb. Ez egy fura, tudod, amikor így kioktatod. Hát te most elmondhatod, hogy mégse így kéne. Mondjuk, hogy téged elképzelek, biztos vagyok benne, hogy ilyen kühje náci vagy. Hát én azon kapta magát, hogy mit tudom, én ezért ráüböltöttél, hogy ezért, hogy teflon, ne vinn ezt! Igen, mocsószívacsal nem nyúlunk a teflonot. Na jó, de az nem körömvágás. Hát, a teflon az nem körömvágás. Úgyhogy akkor nem, tehát ez bennem is később csapódott le igazán. Ott valószínűleg abban a pillanatban, amikor történt az eset, akkor ez nekem le se esett annyira, hogy ez mennyire gáz. Amikor az ember szerelmes, akkor azért a szem elé egy ilyen kis finoman áttetsző fátyol ereszkedik, és minden megbocsátasz neki. Igen. Nem? De vagy nem veszed még észre. Vagy nem veszed tűnik. Észre. Hát nem akarod észrevenni pontosabban. Tehát, hogy nem akarsz tudomást venni róla. Most mi van, amikor nincs akkora szerelem, csak összeköltöztök, mert neked van kecód, oda költözik, és akkor azért jobban meglátod ezeket, vagy gyorsabban kiderülnek. Nem? Hát én is. Ugye? Mert ezt megláttam én is, de akkor nem, egy hónappal később viszont már akkor kicsit csitultak az érzelmek, egy hónappal később már mondtad, hogy figyelj, nem állít, hát mégis. Az orrszőrét hol vágta vacsorán? Nem az orrában. Hátát, a hátszőrét. Az a baj, hogy az állánál kezdte el vágni az orrszőrét. Képzeljétek. Képzeljétek el, mi volt? Nekem WC-be csukós volt. Mi volt? WC-be csukós. Tehát, igen, mert először azt hittem, hogy majd becsukja. Aztán, hogy majd azután is becsukja, majd valamikor becsukja, aztán eleresztettem a dolgot, nem csukja be soha. Ne! Nem mondott komolyan. Tehát volt valaki, aki nem volt hajlandó magára zárni a WC ajtót. Így van, pontosan így van, és nagyon fura volt. Én aztán rájöttem, hogy ez egyfajta ilyen klaustrofóbiás tünet. Tehát nem arról van szó, hogy nem szeret egyedül lenni, vagy meg akarja velem osztani a legbensőbb titkait is, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ő valószínűleg klaustrofóbiás. De miért nem csináltad azt, hogy becsuktad a WC ajtót, és odaálltál a WC elé, és beszéltél hozzá, hogy ne féljen? Az mindig egy humánusabb megoldás. Itt vagyok. Tehát itt nyitott ajtónál? Igen, nyitott ajtónál volt, hogy annyira ideges lettem, hogy leszettem az ajtót. És óriási fesztivál lett belőle, leszettem egyszerűen, leemeltem az ajtót, és azt mondtam, nem kell ide az ajtó, úgyse csukod be soha. Ezzel akartad felhívni a figyelmét arra, hogy csukja be az ajtót? Igen, óriás veszekedés lett belőle, mert a félig becsukott ajtónak félig be kell csukva lennie, de olyan nincs, hogy nincs ajtó. De az ajtónak semmiféle funkciója nem volt, mert soha nem volt becsukva. Ez mennyi idő után történt? Tehát körülbelül mikor volt az összeköltözés? Egy hónap, egy év, fél év? Tehát, hogy... Egy hónap után. Azért képzeld el, amikor ott ül életed szerelme a szép, finom randik után, és rákuporod rá a fajancra. De nagynál se kicsi, semminél nem csukott. Semmi? Ne, a nagynál a szál Istennek, igen. Ja, nagynál becsukta? Nagynál. Ja, most így, gyenge vagy. Hát most az, hogy pisilésnél itt van, én azt hittem, hogy azt hittem, hogy úgy hagyta nyitva, mert az a kemény, hát a pisi az nem olyan nagy dolog. A valószínűleg szerelmes volt nagyon beléd, és akkor is veled akart lenni. Meg akartam osztani ezt, hogy ő az csomag. azért, tehát, hogy annak is ott van egy feelingje, tehát amikor így elkezdődik,
belehúz. Még egy kicsit. Középsugaras. Majdnem végeztem. Én ezt máshogy értékelném. Én például, ha most összeköltöznék valakivel, és nyitott ajtóval pisilne a csaj, akkor azt gondolnám, hogy tökre megmeri ezt előttem tenni, és mennyire elmélyült a kapcsolatunk ilyen rövid idő után, hogy nem csukja be, és között dumálunk, és őt ez nem zavarja. Ha a másik dolog lenne, az lehet, hogy azért egy picit zavarna. Tehát akkor úgy finoman. És volt, hogy oda mentél és rácsuktad, majd ő újra kinyitotta? Igen. Igen? Igen. Miért nem zártad rá kívülről? Tényleg. Egy ilyen keresztpárta. Vagy nem, hogy kellett volna rajta egy ilyen 4 pontos. Igen. Biztonsági zár. És mit mondod, hogy miért nem csukja, vagy nem beszéltetek róla? De nem egyszerűen nem tudtam megmagyarázni. Tehát nem volt egy épkézláb, kézzel fogható ér. Szerintem... Valószínűleg, hogy olyan közegből jött, ahol nem volt a WC ajtó, nem? A mongol lány volt. Úgy tudom elválasztani, hogy valami, úgy tudom elkezdeni, hogy miért választottál, hogy nem volt. És mit használta? A fajanszot vagy a mosdót? Tehát hova? Volt ő, hogy rányította és rákoporodott a mosdó? Igen, és ott lóbált a kis lábai. A kis topánkái húztak levegőben. Jaj, de nehezen tudok felmászni. Most az is ez a nyomja a hátamat. És volt, hogy rányítottál, és éppen inni próbált a vécékagylóba, és rácsukodott a fejére a vécét, ezt nem volt, és mondtad, hogy mit csinálsz. Iszom a falik útból. És most gondoljátok bele, én még arra is figyelek, hogy mindig a perem alá pisíjek, hogy ne a vízbe. Mert szerintem tök idegesítő lehet, hogy ezt hallod bent a szobában. Mi az, hogy a perem alá? Hát, hogy a perem, tehát, hogy érted, hogy nem a vízbe, ez a lényeg. 30 év házasság után még figyelsz, hogy hova pisilsz. Jézus Isten. Ne csobogjon. Örülök, ha beletalálok. Örülök, ha jön valami. Ezért kell a csapbasz. Éjszaka 4-szer kerek. Örülök, hogyha nem csak mesekövet csörögnek a fajasz. Ilyen vagy, örülök, ha kiérek, basszus. A fele már a gatyában megy. Nem, az első randin, én is csináltam olyat, hogy az első randin megengedtem a csapot. Ugye? Tehát ilyen van. Amikor felmész a csajhoz, és még egy kicsit gátlásos vagy, hogy elmenjél ugye pisilni. És akkor vagy nagyon hangosan elkezdesz énekelni, vagy megengeded a csapot, és akkor nyugodtabban tudsz ugye pisilni. Micsoda? Nem volt még ilyen alibi pisilésetek? Hát pisilsz. Az sosincs olyan. Hogy csak pisi vagy? Csak pisi nincs. Tehát úgy csinálod az első randin, fölmentél a csajhoz, és ugye érezted, hogy baj van. Ez kell egyébként. Na most itt is jön a játék, mert ugye jön a játék, mert ugye a pisi velnél van puki, és akkor ugye elindítod, hogy úgy nyomod ki a pisit, hogy közben visszaszorítod a pukit. Aha, de volt olyan, hogy rosszul múzba csináltad. Elengedett, hátul fogod. Most már mindegy. Megtanultam úgy pisilni, hogy ne kelljen pukizdom. És egy ilyen elől engedem, hátul szorítom. Vagy valahogy köhögsz olyankor. Igen. Mégis de köhögsz. Akkor is van ilyen tudod, tehát folyamatosan nem tudsz köhögni, érted, egy köhögési dolog. Nem mondjátok, hogy nem randíztatok úgy csajra, hogy fölmentetek hozzá, és már azt vártátok, hogy 2 óra után végre hadd menjetek el, hogy végre nyugodtan a lépcsőházban már tudjatok egyet pukkadni. Nem mondjátok már. Nem vagytok igazi férfiak. Ugye 2 óráig te ott kultúrlény vagy. De már érzed, hogy már befele, már fáj, már feszíti asad, és végre kimész, és még maradhatnál 11-ig, de inkább 10-kor hazaindulsz, és az emész, és így kisimulsz. És miért mondod, hogy lent hagytam valamit a kocsinát? Egyszer mentem le. Kérdezzek, mentem. Nincs is kocsid. Nem baj, megnézem, hánykor jön a busz. Jó, vízhangos, lépcsőház. Tudom, hogy hova mész. És akkor ott ültél a kanapén, ilyen feszegő arc, és akkor így de jött, persze, izzadtam. Tehát mondtál ilyen, hogy ilyen alibidumákat, hogy ne arra, hogy nekem picit túl gyors ez a tempó, most el. Hát az első randin ezt még nem csinálod. De arra, hogy az első randin, én még nem szoktam. Hát 20 évesen ott ülsz, feszengsz, megengeded a csapot, ha bemész a WC-re. Ugye nem mered még azért mindenedet úgy elengedni, igen, imádkozol, hogy és akkor hallod, hogy korog a gyomrod, mert az ugye azt jelenti, hogy befele durrant. Az nem volt meg. Mikor fogod, ne, és akkor befele durrant. Ugye a puki bizalomnak ki kell alakulnia. Puki bizalom az. Ja, tényleg igen. Tehát hosszú hónapok telnek el, mire kialakul a puki bizalom. Egyébként. Bizalom az már a kapcsolat elmélyülését jelzi, basszus, lehet ezt szépíteni, de tényleg így van. Nem az igazán kellemes, amikor így már készülsz, mert akkor tudsz még védekezni, vissza tudod tartani, hanem amikor ilyen nagyon laza akarsz lenni, és mit tudom, ilyen a fal mellett oda vannak készítve a CD-i, és akkor és akkor tudod, és úgy csináltok mind a kettő, mintha nem történt volna semmi. Így van. Az a lényeg, hogyha ő pukizik, te csinálj, mintha nem hallottad volna. Ne bánsd meg azzal, hogy meghallod.
Igen. Hát de mind a ketten tudjátok, hogy megtörtént. De ez egy közös kollektív hazugság a másiknak. Aha. Nem hallottam semmit, ránézel, és látod, hogy ő is hazudik a szemével, és te is elkésmi, és megpróbálsz valami, hogy hívják, mert veltelenül figyelet falra néző, és azt mondod, Salvador Dalí, gondolom reprodukció. Én volt úgy, hogy felmentem a csajhoz, és először bementem megnézni, hogyha bekapcsolom a melegvizet, mennyire hangos a kazán, ami belobban. És akkor megnyugodtam, hogy hangos a kazán, akkor maradhatok. A sima központi fűtés volt, és meleg víz, akkor kezdtem aggódni, hogy tudok elmenni budira. Na, drága hallgatók, az összeköltözés... És van messze a gesztum, és rögtön azzal indít, azt, hogy bekapcsolod. És a csaj meg ott van, rögtön tudja, hogy mi a helyzet. Működik a ventilátor. Na, szóval, nézzük meg, hogy mikor alakul ki a puki bizalom. Írjátok meg nekünk az összeköltözésetek nagy leleplezését. Amikor először szembesültetek azzal, hogy szívetek választotja azért mégsem királylány, mégsem királyfi, és bizony ő is emberből van, mondjuk így, ugye? És az összeköltözésnek mikor jött el az a nagy pillanat, amikor lehullott a lepel, és rájöttetek valami olyanra, amit nem gondoltatok, valamit nem vártatok, ami meglepő volt, vagy csak itt konstatáltátok, hogy szívetek választotja is. Hétköznapi hős. Jó, küldjétek az SMS-eket. Mi volt a legmeglepőbb az összeköltözésetek pillanatában, vagy azután? SMS számunk 0670-645-0000, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan, egy perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt. Pippa Middletonról beszélgettünk, és arról, hogy az összeköltözésnek vannak bizony nehéz pillanatai, bár itt ugye majdnem a királyi párról van szó, Katalin Hugáról, és egy milliárdos James Matthews nevezetű angol pasiról, aki meghódította ugye Pipát, és hát összeköltöztek. De aztán arról kezdtünk beszélni, hogy az összeköltözésnek is vannak ugye nagy pillanatai, amikor lehull a lepel, és hallod, hogy kedvesed is, bár gyönyörű, szép, csinos, és királyi sari, ugye, hát ő is ember, és a pasi is, akit kiválasztottál, szintén ember, és eljutottunk egészen a puki bizalom kialakulásáig. Mert hogy ez előbb-utóbb minden kapcsolatban megtörténik, hogy ugye hallod kedvesedet, hogy emberből van. Így ezek az összeköltözés nagy pillanatai. Szél. Bizonyám. Illetve szóba jött az első randi, tehát több irányból közelítjük most ezt a dolgot, amikor is ugye hát az első randin vagy felmentek a pasi lakására, vagy a nő lakására, és hát nem tudsz ellenállni bizonyos testi kényszereknek. És ez ugye alapvetően azért mindenkivel megtörténik, és ezek azért jó témák, mert persze azt mondja az ember, jaj, hát micsoda dolog erről beszélni, közben az egyik legnagyobb életigazság, hogy ennek részese vagy, ugye? Ott ülsz, szorítod, mennél, maradj, itt menj ki, otthon menj ki, dolgozik az agy. Hogy mi történjen, igen. Na, van egy hallgatónk, ő nagyon meglepődött az összeköltözésnél. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello! Szia, Zoli vagyok. Hello, Zoli, honnan hívtál minket, Zoli? Mezőkövesdről. Na, veled mi történt? Mikor hullott le a lepel? Vagy hogyan? Nekem akkor, amikor összeköltöztünk, és elmentem először bevásárolni. Bevásároltam, hogy legyen otthon minden. Mennyire voltatok együtt? Körülbelül 3 hónapja. 3 hónap, és aztán összeköltöztetek. Uh-huh. Így van. Aztán, amikor pakoltam volna be a fagyasztóba, akkor kinyitottam a fagyasztót, és találtam bent egy nagy csomagot. Gondoltam, hús, megnézem, hogy mi az. Aztán kiderült, hogy hús, csak nem olyan, amit mi eszünk, hanem egy macska. Egy fagyasztott macska. Nem. Egy fagyott macska volt a hűtőben? Igen, egy fagyasztott macska volt a hűtőben. És megkérdeztem, hogy ez mi, és akkor közölte, hogy ez a macska már pedig az ő lelkitársa volt. Úgyhogy ők örökre együtt fognak maradni. Na hát, mi nem maradtunk örökre együtt. És a macsakot a hűtőben, a mélyhűtőben tartotta? Így van, mert nem tud tőle elválni. Aha. Milyen szerencsét, hogy felismerted, nem kezdtél rántott húst csinálni, vagy valamit. Igen. Ilyen jó az, hogy odafigyeltél. És néha így elővette, maga mellé fektette, tehát volt valami egyéb is? Nem, azért ennyire nem volt beteg a dolog, de elég furcsa így is szerintem egy macska a hűtőben. Ez elég fura. Igen. Akkor nem vártad meg, mint kialakul a puki bizalom. Nem, itt nem volt semmi. Gyorsan. Itt egy fagyott macskát húzta. Pedig itt aztán bármit lehetett volna csinálni, mert annyira nem lehetettek volna egálba, hogy gyakorlatilag már ott az elkösöri alkalommal az összes puskaporodat előhetted volna. Ugye, ez Jolly Joker lett volna. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Szia. Szerintem mindenkinek kellemetlen az első, írja egy hallgatónk, ugye, a puki bizalommal kapcsolatban. 2 évi együttjárás esküvő, addig még megúsztam. A nászúton kiszálltunk az autóból a szálloda előtt, megtörtént véletlenül, hogy elengedtem. Nem szólt, gondoltam azért, mentek egy kicsit a helyzeten, a cipősarkamat kezdtem a betonon húzni. Aha. Mire a párom megszólalt, ugye mennyivel magasabb hangja van? De jó volt. Ezt Anikó küldte nekünk.
Hát igen, ezek a nagy pillanatok tényleg. Nagyon sokan írják, vannak ilyen SMS-ek, amikor ugye megtörténik az összeköltözés, a fiú vagy a lány ott marad, és hát rájössz, hogy kis kifliben vagy nagy kifliben szeret ugye aludni. Van egy hallgatónk, aki leírta, hogy az ő párja volt a kis kifli, aki pasi volt, majd ő hátulról nagy kifliként hát köré gyűlt, és érezte, hogy megtalálta élete szerelmét. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, ciao, hello! Misi, veled mi történt? Jaj, hát nekem volt egy összeköltözésem barátnőmmel, és hát egy pár hónap után megkért engem arra, hogy nézzem meg, hogy őt mekkorát, meg miért bakkantottam. Tehát jártatok, egyszer csak úgy döntöttetek, hogy összeköltöztök. Megtörtént az összeköltözés, és ő az első napon beinvitált a budira? Hát nem pont az első nap, egy hét után mondja, hogy legyek már kedves, és nézzem meg, hogy mekkora. Mondom, de nem, de nézzem meg. Mi a véleményem? Hát mondom, mit egy kis tojás, tehát mondom, most mit mondjak. És akkor utána pár nap múlva, meg ugye, mikor is végeztem, hogy ő is meg akarja nézni. Mondom, nem, már mondom, legyen elég annyi, hogy mondom, szülőszobán lesz volna, mondom, akkor nevet kéne neki adni. De durva, jó, azért nem, te is kapható voltál a tréfára. Legyen annyi elég, hogy egy zilbelsőt fektetem le itt, egy pofajka ujjat. Én azt hittem, hogy ilyen egészségügyi okokból, hogy azért csekkol, de hogy egyszerűen csak itt szerezte zsűrizni. Nem, semmiért. Szerintem csak a méretre volt kíváncsi, hogy mit mondok rá, kicsi nagy közepes. És kialakult köztetek egy ilyen mókás kis verseny? Egy egészséges rivalizálás. Elkit olyan nagyobbat. Egy kis világkupa. Együtt vagytok még? Dehogyis nem. Ez már régebben volt. És itt volt az a pont, amikor azt gondoltad, hogy talán át kell gondolni ezt. Igen. Voltak ilyen furcsa dolgok. Hát pedig meddig jártatok? Másfél évet. Na azért bírtad. Jó, de sokat bolondoztatok nyilván. Az biztos. Igen. Jó kapcsolat lehetett. Csak annyit árulja, ki nyerte a versenyt? Hát én. Jó van. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Nagyon szívesen, sziasztok. Hello. Ciao. Hello. Azt mondja, hogy hát nagyon, nagyon jó SMS-ek vannak. Írja valaki, hogy egyszer az anyukájával történt, mert az anyukával együtt tévéztek, és úgy történt meg. Azt mondja, hogy miután összejöttünk és eltelt pár hét, elkezdtem felni hozzá, tévéztünk az anyukájával együtt. Egyszer csak a mama oldalra dőlt, és nyomott egy rettenetesen rottyogosat. Ott éreztem, igazán hazaértem. Befogadtam. Vicsa küldte nekünk, igen. A párom konkrétan az 5. napon az összeköltözésem napján cipekedés közben hallotta meg velem először, azóta már egyébként együtt borotválkozunk a fürdőszobában. Tehát, hogy lehullott a leppem. Igen. Nekünk az első fürdőzésnél lett egyből jacuzzi a kádból, már akkor tudtam, ő lesz a feleségem. De milyen szép SMS. Ó, Istenem, az első ott töltött éjszaka a kutya ételmaradékos csontjai szúrták a combom, miközben simogattam a lányt, a macska ütögette a kezem. Azonnal menekültem, írja valaki. Én összeköltözésünk után az első napon elengedtem az űrgyűrű füttyöt. A párom ki... Igen. Megvan ezt, hogy minden magánkról lehet elmondani? Hogy lehet elmondani? Igen. Mi az összeset tudod? Minden. Űrgyűrű füttyöt. Ával. Éve. Hátvágánygáz. Ugye, ez ugyanaz? Ez a legjobb, hogy az erőnk. Párom kétségbe esett arca nézett rám, mire csak annyit tudtam mondani, szívem, a kapcsolatunk új szintre lépett. Sprinter a futár küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, mi is találtunk egyébként egy applikációt, illetve egy alkalmazást, ami részletesen kielemzi, hogy milyen típusok vannak. Ezt lehet, hogy érdemes az első randi megmutatni, nem? Igen. És beazonosítani, te hova tartozol. És hogy hova tartozol, így van. Gondolom, megint nem a mosogatásról lesz szó, mert... Hogy érzed? Nem hajtogatja össze na, a ruhát maga után. Na figyelj, csak megmutatjuk, jó? Figyelj, hogy milyen típusok vannak. Közönséges szellentés. Kislányos. Szőrös taxisofőr. Bocs. Locspocs. Köszönöm Istenem, hogy kiértem a WC-re. Ne, csak most keltem fel a WC-ről. A félre sikerült. A királyi vadász. Nem,
Várjál, jó van. Basszus, mondd, hogy nem így van. Mondd, hogy nem így van. Mondd, hogy nem. Abban van valami cserdítés jelleg. Mondd, hogy nem így van. De tényleg. Tehát a pasik, aztán ők nem tudják, olvastam egy nagyon érdekes cikket, hogy a nők azért nem pukiznak a pasik előtt, mert nagyobb a szégyenérzetük. Tehát erősebb, és ezért gátlásosak is nagyon helyesek, ők elhallgatják, elhazudják. A pasiknak kisebb a szégyenérzetük. De nem mondd, hogy amikor kicsúszol, nem kategorizálod te is. Tehát, hogy nem teszed valahova. Ugye? Igen. Hát te nem mondod el magadban, hogy most ez hogy sikerült. Óhatatlanul is, megvannak a fakkok. Jaj. Na, félre sikerült. Mutassuk meg, mi a beugró álmos ugrása. Jó! Ki belőle a bűd? A jó, ez az! Elindult valami YouTube videó. De jó, hogy nem volt durvább. Na, figyeljen mindenki! Ez a beugró hármas ugráshoz. Robika csak annyit írt, na végre. Na, Robika rádió dicsi, hogy így van, igen. Néha egy kicsit lehet, gyerekek, hát kicsit néha lehet. Na figyelj mindenki. Ennyi? Na, akkor még egyszer. Még egyszer. Közönséges szellem. Még egyszer. 5 perc, pontosan 9 óra, írjátok meg, mit hallottunk, jó? 2 darab dal, 2 darab előadó. A zenére gondoltunk. Így van, a zenére gondoltunk. Mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók. Hát megvan. Megvan Melbourne első meglepetése. Hát ezt ne is mondd. Este akarja megnézni egy felvételről, az most ne figyeljen. Igen. Mert hogy 8-szoros otca volt a Verdászkónak. 8-szoros otca. És hát minden Nadal mellett szólt. Ő az 5. szedben 0-2-ről már nem engedi el. És kikapott a Nadal. Szomorú vagyok. Füstöl a laptopod. Nem, ez gőz. Te vagy, ja? Szomorú. Én vagyok szomorú, mert én akartam rá pénzt tenni. Én jól tetted. Nem szabad soha így gondolkozni. Elmondom, hogy miért. Nem szabad. Tehát sosem tőzsdézünk úgy, hogy mi történt volna a múltban. Nem. Nem fogadunk így. De ez nem tőzsde. Az esély, és minden amellett szólt, hogy ezt a Nadal nyerje. Vannak olyan pillanatok, amikor elfogy, de 10-ből 9-szer a Nadal 2-0-ra már nem veszi. Aha. Tehát te észszerű döntést hoztál, hogy nem a Verdászkóra tettél, 10-ből 1-szer beüt az ember szerencséje. De azért volt ekkora otca, mert senki nem gondolt volna, hogy nyer, jól tetted, hidd el, mert utána meg megnyered ezt a pénzt, felrakod valami esélytelenre, még kétszer ezt megjátszod, és elmegy. Tehát mindig racionálisan kell fogadást játszani, és okosan. Most ez kivételesen bejött volna. Mit olvasol mostanság? Nem, tényleg így van, nem, tényleg így van. Tehát múltban azt mondta, de hülye vagyok, hogy nem tettem, mert 8-szoros otca volt, persze, de azért volt akkor otca, mert esélytelenebb volt. Tehát jól tetted, hogy nem játszott. De volt egy megérzésem, amikor arra azt mondtam, hogy kell. Fogadjunk. Tehát azt mondtam, hogy tegyünk rá egy 10-es játékot. Az most 80 000 lett volna. Hát most az mennyi fröccs? Valami kellett, hogy történjen a Nadal, mert 2-0-ra vezetett a döntőszedben, onnan ő ezeket már nem szokta kiengedni. Tehát vagy lesérült, vagy megfájdult valami, hát vagy ő van benne a botrány. Vagy eladta a meccset, igen. Igen. Bejutott, hogy nem hiszel benne, Feri. De én voltam egyedül, aki hittem. Kiben? A Nadalban. A másikban. A Verdászkóban. Ja. A Verdászkóban. A Nadalban nem, hát ahogy hinnék, egy Nadalban. Na, ez jutott a fülébe, ezért adta fel. Rosszul esett neki. Én úgy kedvelem őt, és annyira sajnálom. Hányszor nyert itt, és most meg az első fordulóban búcsúzik. Van-e innen visszaút? Ez a nagy kérdés. Na mindegy. Nagy gyász ez nekünk, teniszrajongóknak. Budapest Dózsa György út 18-21-es szám előtt a rendőrség elől. Egy rendőrségi autóból úgy néz ki, mintha csak parkolna, de gyorshajtókat fürkésznek, mert mindenki vigyázzon. Azt mondja, hogy... Hát igen. Hát szomorú dolgok, ez megfogott most egy kicsit, nem? Igen, kedvelem őt nagyon egyébként. Figyelj, akkor viszont ugye Nadállal nem tudunk beszélgetni, mert visszament ugye az öltözőbe, de csináljuk meg azt az interjút, amit Verdászkóval készített a riporter, ott ugye a Rod Laver arénában, amikor ugye Verdászkó evett, és neki húznia kellett az időt. Ja, mert hogy helyszínen igen, van az M1... Én vagyok Verdászkó, hívják ki, légy szíves, és beszélgessünk egymással. És itt van mellettem Verdászkó.
Verdeszkónak tele volt a szája, és Jim Curry éppen interjút csinált volna vele, föltette a kérdést, majd Verdeszkó így válaszolt. No, sorry, I'm hungry. De 5 percet zabált az interjú előtt. Hogy érezted magad a meccsen? Megevett 2 borát, igen, és nem sikerült elkészíteni az interjút. Igen, és az interjú ne, ne örülje, mert kiesett a Nadal. Hát. Ne örüljenek. Sírj. De ő nyert. Ja, hülye, én miért sírjak? Tettél a Verdeszkóra? Mit? Tettél a Verdeszkóra? Nem. Nem? Miért nem? Mi? Belebeszélt. Azért, mert te hülye lebeszéltél róla, mondj nyugodtan. Igen, mert én nem úgy szoktam gondolkodni, hogy most akkor jó, a Feri kamikáze. 10-ből 80 lesz, hanem úgy, hogy 10-ből semmi. Igen, a Feri kamikáze. Hát, de igen, most Feri azt szeret ilyeneket csinálni. Jó, de jó, bohém. Oké, elmondom, mit csinálunk. Csak hogy meggyőzzelek arról, hogy tényleg értek hozzá, mert úgy érzem, most elbizonyítanottál bennem. Na most ugye, menj föl egy irodára, bármilyen irodára, és tegyél föl 20.000 forintot, fizess be alaptőkének. Ingatlan közvetítő, bármi. Igen, szexcsert. Már most 20.000? Már itt tartunk. Tegyél föl 20.000 forintot, és nézzük meg, hogy 2 hét után több pénzed van, vagy kevesebb pénzed van. Ja. Most én mindig mondom, hogy milyen meccset tegyél meg. Uh-huh. Indulj el 20.000 forintról, ami nem egy nagy össze. Ugye vannak olyan oldalak, amik azonnal visszautalják neked a pénzt, tehát láthatod majd, hogy 2 hét után neked többet hozott a 20.000, tehát több pénzed lett, fialt vagy elvesztetted. Uh-huh. Jó. Jó? Jó. Nagyon jó. És mindig azokat de a meccseket tedd meg. De pont azért 20-asommal szórakoztam? Ne, Feri, téged kell most megkezni, én már meg vagyok győzve. Ha ülsz egy asztaltársaságnál, és nem tudod ki a Balek, te vagy a Balek. Ne felejtsd el. Jó. Sose felejtsd el. Szeretem ezt. Jó. Nézz körbe, ha nem tudod ki a Balek, szóval te vagy a Balek. Tehát te, Feri, tegyél föl 20.000 forintot. Igen. Jó? Jó, és ha több lesz, akkor azon osztozunk. Az a tiéd. Én most megnyeretlek. Nyeretek neked, vagy nyerek neked pénzt. Nézzük meg, hogy 2 hét után több vagy kevesebb pénzed. Na, mindig mondom, mit tegyél meg. Be kell hoznom a bankkártyámat. Ezt így csináld, közben nyugodtan. Jó. Jövök. Na. Mindent elveszítetek vele. Csöcsre nyered magad! Én szerintem is így bukja az egészet. Király lesz minden. Hozd csak a bankkártyádat. Direkt rossz tippeket adok neki. Jó. De akkor győzzük meg, hogy tegyen föl többet. Kiment a Feri, nem, hogy tegyen föl 50-et. És frankon, az elején kicsit elkezdem nyeretni, és az utolsó egy héten csak rossz tippet adok, és elveszítetek. Amilyen mákja van, szerintem még azzal is nyerni fog. Nem, meggyőzöm. Te csak segíts abba, hogy legyen nagyobb tét, ne 20.000. Jó. Az első héten egy picit nyer, fölmegy egy 80-100-ra, és amikor kezd belendülni, a második héten csak rossz tippet adok, és a szem előtt elveszít 100.000. Más kárán örülni. Kész lesz. Bármikor. Velem vagyok. Jó? Jó. Jó. Trafi az M3-ason Budapest felé a 228-as kilométernél. Lucius küldte nekünk, baleset Kopház és Sopron között a 84-esen most helyszínelnek. Nagycsécsen Miskolc felől szintén Trafian Bricker futár írta nekünk, valamint Kimnénél drága fotók készülnek, valamint az M1-es 140-es kilométerénél is kiállt a yard. Úgyhogy vigyázzon innen. Ezt is. Na, itt vagyok. Töltöm, és akkor majd mondjad a cuccot. Jó? Mi van? Semmi lenne. Te most mi van? Ne töltsem? Ne. Vagy ne rakjak? De. Ne. Na most... Beszéljünk Julival. Itt van Juli. Kedd van. Jó. Hol vagy Juli? Nem úgy a szignálatóan. Intelligens szignáljánkönök visszaszólnak. Kedd van. Ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Juli. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Sziasztok, srácok, jó reggelt! Hello! Köszöntök mindenkit! Hogy vagytok? Mindenki remekül, szipi szuper a hangulat. Köszöntök mindenkit! Mi van veled? Közszolgálati Magyar Televíziót néztem tegnap este. Tényleg? Mit láttál? A kínai híradót. Nem híradót egyébként, csak így kapcsolgattam. De kínai híradót nyom a közszolgálat 3-4-12-kor. Vagy ilyen, hát majdnem éjfél előtt valamikor. Hát egy nagyon helyes fiatal lány vezeti, de nem sikerült sajnos vele kapcsolatba léptem, mert ezt szerettem volna vele beszélgetni, de nem sikerült. Oda, mi? Igyekezünk egy új szegmens találni a nézettségi adatok mellett. A legtöbb kínai bennünket néz. Ilyen kínai híradó, érdekes. Mi újság, Juli, minden oké, jól vagy? Hát nem igazán egyébként. Dögrovásom van az egész családom. Köszi. Ajajaj, de mi, rubeola, bárányhimlő? Nem tudom, hát a férjem az még mindig fekszik, a bokájával továbbra sem. Ja, azt hittem, ugyanott a kis szobában. És várja. Karácsony óta. De, ugye ő, elmondtam, a múlt héten ónos esőben elcsúszott, szegény. És kiment a bokája, és ő azóta nem nagyon tudott felállni. De nem mondta, hát ennyi nem, idő. Azt mondják, hogy egy alaposabb bukaficam azért az úgy rendesen be tud tenni. Tehát ez egy 2-3 hetes történet.
Úgyhogy a Miró az még mindig fekszik, még mindig be van dagadva a bokája, és elég rossz a hangulata, és most a Lidi is lerobbant szegénykém, úgyhogy egymást tápolgatják otthon, úgyhogy majd sietek haza hozzájuk. De mi történt? Nem tudom, valamit benyelt. Azt vettem észre egyébként, hogy így nagyjából ilyen január közepére a lányom az rendszeresen lerobbant. Tehát szerintem akkora futott. Ott fárad el az immunrendszer, nem? Igen, és ilyenkor van egy ilyen antibiotikum kúra, fülfájás, mindenféle franc. Hát akkor az más, akkor az nem is vírus, az valami akkor. Az valami nem, karácsonykor, december 24-én mi mentünk az ügyeletre, felirattunk antibiotikumot, mert aznap gyulladt be a füle, és utána elkezdődik egy ilyen egy hónap, amikor így egyikből kijön, a másikból úgy beleesik, és aztán utána egyszer csak úgy föltámad újra. Mikor indul ez a nagy influenza szezon, amivel minden évben riogatnak? Most csöbb van. Már megy. Azt mondják, most van felfutóban. Tényleg? Most indul? Most lesz majd a jóság. De az hidegben nem elpusztulnak, nem az van, hogy hidegben mindenki ezek elpusztul? Nem, ez mutálódik. Ezek jönnek? Ez fölveszi a kabátját, nem fázik, megy tovább. Gyerekek, egy mínusz 10-ben hogy marad életben, ha mi nem pusztul el? Mert hidegben. Bennünk van itt, meg belül nincs mínusz 10. Az is igaz. Ugye? Már nagyon rossz lenne. Ez igaz. Na mi újság, Gyuli, mit hoztál nekünk? No, hát egy olyan témát hoztam, aminek kapcsán el lehet kezdeni bepötyögni, hogy felháborító. Már írom is. Már írod is. De azt gondolom, na megint de azt gondolom egyébként ez egy olyan téma, ami valószínűleg sokakat érdekelhet, mert hogy keveseknek van alkalma megtapasztalni vagy kipróbálni. Hát a csúszkás masszás kifejezés a számotokra nem egy idegen fogalom. De mondd, hogy nem. Mondd, hogy igen. Minden magyar nő csúszka masszázsra. Csúszka masszázs. Hát csúszka masszázs. Én egyébként nem nagyon tudtam, hogy ez miről szól, de ti egy csomószor mondtátok. Itt hát ami az barokkos túlzás, ez János kedvenc ünnepköréhez tartozik. Nem próbáltam ki még, sajnos. Szóval én nem tudtam, valószínűleg nem is nagyon lesz rá lehetőségem. Hogy mit akar pontosan ez. Csomagolhatnék én is otthon. Hogy mit akar pontosan ez a kifejezés, mert nem tudtam, hogy azt tudtam, hogy ez egy masszás fajta, de hogy ki csúszik és miért és mitől, azt nem teljesen tudtam elképzelni. Úgyhogy egyszer azt hiszem, hogy pár héttel ezelőtt így megint szóba került, akkor rákerestem. És hát egy olyan jópofa dolognak tartottam, úgyhogy gondoltam, hogy ezt érdemes lenne kipróbálni, vagy hát legalábbis megtanulni. Na igen, de a kettő közül melyiket? Kipróbálni, megcsinálni? De nő lehet csúszka masszázsra, úgyhogy ő az él. Én a két fiús verziót jobban szeretem. Hogy ne? Igen. Ott a láva kövest is már jobbira lehet, ahol mi meleget tesznek a hátadra. Tehát nem férfiak élvezik, és nők csúszkálnak? Lehet. Nők csúszkálnak általában. És én fel is hívtam egy masszőz csajt, aki mondta, hogy hát jól van, rendben van, tulajdonképpen ő ezt meg tudja nekem tanítani, van neki egy próbababája, hát menjek el hozzá, hogy kicsit fura volt az egész történet, hogy majd akkor valami kirakati bábon fogunk föl alá csúszkálni, és aztán szót követett, és kiderült, hogy ez a próbababa, ez egy élő férfi, amire mondtam, hogy akkor most itt álljunk meg, mert... nekem ugye nagy a szám, de én más férfihez nem nyúlok a férjemen kívül. Na de várj, hogy volt? Tehát azért akartál elmenni, hogy te ezt megtanuld, és otthon csúszka masszázsolja. Igen, meg annyit beszéltetek már róla, és mindig olyan nagy a szátok, egyszer elmondom, hogy ez egyébként hogy zajlik a gyakorlatban. És hát persze nyilván majd aztán egyszer kipróbálom, hogyha amire nem lesz felpolcolva, meg befáslizva, akkor majd esetleg egyszer otthon gyakorlatban is kipróbálom. Szóval ezzel a csajjal nem jutottam egyről a kettőre, mondtam neki, hogy mit szólna hozzá, hogyha rajta mutatná meg ezeket a fogásokat. Mert hogy nekem viszont azzal nincsen problémám, mondta, hogy hát neki viszont ezzel van probléma. Na de már egy ideig tanítgatott, majd azt mondta, hogy itt egy pacák ma... Nem, el se jutottunk. Ja, első szóban hát kezdtétek el. Volt, hogy akkor hova menjek, mikorra menjek, és aztán valahogy a beszélgetésből kiderült, hogy az ő próbababája... Következetesen ez volt, hogy próbababa? Igen, próbababa, így. Ő a próbababány, Lajos. Lajos, még szerencsé, hogy ez nem ott derült ki, hogy a próbababa az egy élő férfi. És akkor mondtam, hogy akkor én ez nekem viszont így bukta. És aztán így próbálkoztam még egy-két helyen, de valahogy nagyon nem akart összejönni, és így úgy gondoltam, hogy jó, hát akkor erről leteszek. És aztán a csapatépítő előtti estén csörgött a telefonom, és egy nagyon kedves... Szani Roli. Hallom, Juli, mivel mesterkedsz? Egy nagyon kedves haverom hívott föl azzal, hogy hát egy közös ismerősünktől hallotta, hogy mit keresek, és hogy ő volt már egy ilyen csúszkás masszázson, és hogy ő ajánlana nekem egy hölgyet. Mert hát ez egy bizalmi kérdés, ez egy nagyon helyes csaj, nagyon oldott, jó pofa, jó fej, laza, igényes, szőke, feszes, nagy cicis, úgyhogy a lehető legjobb helyre megyek, hogyha hozzá megyek, ő csak ajánlani tudja. Megadta a telefonszámát, felhívtam a csajt, egy kicsit rekedt hangú nő halózott. De egyébként... Nagyon dohányzott. Egy tök helyes, kedves nő volt, elmondtam, hogy mi áratban vagyok, hogy ajánlották, hogy szeretnék elmenni kipróbálni, és hogy a történet Achilles pontja az, hogy én nem férfin szeretnék gyakorolni, hanem hogy megmutatná rajtam. Mondta, hogy ezzel az a probléma, hogy ennek van egy olyan része, amikor a férfi hason fekszik, és a hátán csúszkál föl alá.
nő, úgyhogy ő azt nem tudja rajtam megmutatni, mert hát akkor hogy látom, vagy tudom, hogy mi történik, ha nem látok hátra. Úgyhogy mit szólnék hozzá, hogy akkor ő szól egy barátnőjének, és akkor ő elhívja. Ne. Én meg akkor majd ezt nézem, és hogyha kedvem van, hát vagy pont. Itt mesztelennek kell lenni? Hát elvileg hát igen, nem, ajánlott. Overallban is lehet. Csak, csak a cincsár nagyon törzsöl. Akit masszíroznak, vagy aki masszíroz, vagy mindketten mesztelenek vagytok. Igen, mindketten van olyan állítólag, aki meg arra kéri a nőt, hogy tangában legyen, és akkor ott rajta marad, de van, aki kifejezetten. Aki mesztelen. Ki kéri? Na, megérkeztél a nőhöz? Na, megbeszéltük, hogy akkor a barátnőjét elhívja. Megbeszéltük az időpontot, ez egy belvárosi bérház, harmadik emelet, felmentem. Körfolyosos, gangos, klasszik. Magas belmagasság. Ja, és megkértem egyébként a nőt arra, hogy akkor viszont csináljuk úgy, hogy ő fogadjon engem, mint hogyha én egy rendes vendég lennék, lássam az elejétől a végéig, hogy mennek ki a dolgok, hogy kicsi szerepjáték. Nagyon durva szerepjáték. Jó napot kívánok, rozsdásnésőn. Hogy történnek a dolgok? Csöngetek az ajtón, kinyílik az ajtó, belépek, ránézek a nőre, és rögtön két dolog futott át az agyamon. Egyrészt, hogy életem legbizarabb egy órája következik most. Milyen kép fogadod? Másrészt, igen? Hogy a haverom valószínűleg most valahol sikítva röhög. Ugyanis úgy kezétek el, hogy ott állt előttem magas sarkú cipőben, netharisnyában, egy gyönyörű fekete-fehér neműben, egy hosszú szőkehajú, nagy mellő, feszes nagymama. Ne! Egy 70-es hajlott hátú nénire gondoljatok, de hát egy ilyen 50 éves hölgy körül. Hát azért ő még nem nagymama. Hát 50 éves. Hát nézd, én ahogy ránéztem, az volt az érzés, hogy én az édesanyámmal állok szemben. Hát sok csúszka masszást csinált már, és picit elfáradt. És én ettől egy picit lefagytam, mert... Hát egészen másra készültem. Tehát azért rákerestem ezekre a hirdetésekre, ott mindig ilyen 20-30, legfeljebb 30 éves lányok hirdettek. Tehát egészen másra készültem. És te álltál az előszobában, nyitott ajtónál, ő bent, gyönyörű pillanat. A hosszú másodpercekig így azon gondolkodtam, hogy mit lehetne most csinálni, tulajdonképpen mi lenne a helyes megoldás most. Forduljak sarkon és menjek ki. Na de hát miért befelé, hogy gyere. Hát én beléptem és ránéztem. Hát itt egy piros sarkon. Nem, ez csak így elfutott a fejemben, hogy most kellene nekem valamit reagálnom, vagy mondanom, hogy bocsánat, de nem erre készültem, de ez iszonyú kellemetlen. Hát ott áll velem egy szemben egyébként egy olyan nő, hogy én nagyon szeretnék így kinézni 50 évesen. Szuper jó alakja van, kedves, mosolygós, alakás, igényes, tehát minden klaffol, épp csak az nem, hogy 20-30 picit évvel érettem. Több. Meg hogy egy kicsit ismerős volt az előző munkahelyről a bérszámfejtés. Ilona, te vagy a horvát néca? Szóval én nem akartam megbántani őt azzal, hogy hát bocsánat, nem erre készültem. Meg hát miért is? Hát miért is tettem volna, úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát jöjjön, aminek jönnie kell, akkor menjünk. De ával kínált, levetkőztél, behívott, hol volt, milyen volt az ágy, hova kellett feküdni? Hogy vegyem le a cipőmet, és akkor bevezet. Szikorja kávéros kókérkékere. Igen, kiragott egy kis nógrádi ropi. Így van, és amíg a barátja odérek, mondta, hogy olvas nyugodtan a bekötött szabadföldeket. Szóval megkísért a szobába, megmutatta azt a helyiséget, ahol ő masszírozni szokott. Tisztaság volt? Meleg volt? Abszolút, igen. Teljesen. Klasszik parkette, rajta egy régi szobaszőnyeg, dohányzóasztal, Orion TV. Nem, ez egy iPhone tutos olcsó. Orion TV, szőnyeg a falon? Szőnyeg a falon, mert húznak a falak, nem volt? Nem volt ilyesmi, sőt, ez egy teljesen jó, szépen berendezett lakás volt. Ez a szoba, ez úgy nézett ki, hogy volt középen egy hatalmas nagy ágy, amin volt egy vörös lepedő, aminek végénben volt egy fehér ilyen és az ágyra szemben volt egy óriási beépített szekrény, aminek nagy tükörfelületei voltak. Klasszis. Mondta, előadta a nő, hogy hát ő mindig a vendég előtt leteríti ezzel a fürdőlepedővel az ágyat, hogy a vendég is érezze, hogy nem ő a hatodik aznap, aki azon a lepedőn fekszik, és nála az a szabály, hogyha megérkezik hozzá a vendég, akkor hát legyen tiszta, vagy hát tusoljon előtte, de ha ez mondjuk nem jött össze, akkor mindenképpen menjen el, mosdjon meg, vagy tusoljon le, ő ahhoz a török között meg minden. Jézus atya úristen, mintha beszámolok, pont túlolvasnám. Igen. Konkrétan milyen volt a törölköző, mennyire volt tiszta? Igen, még el sem zökkentett ki, hogy megláttam egy képet az íróasztalon, balagás emlék felirattak, húszárok voltak rajta, napernyős nők. És barna csempe volt rózsaszín fugával? De mentél a Füribe?
Hát én nem mentem be akkor még a fürdőszobába, mert de bementem a fürdőszobába, tehát megmosakodtam, de nekem nem kellett tusolni, mert én tusolva érkeztem. Uh-huh. Tehát, hogy itt még erősen kételkedtem abban, hogy én itt majd bármit bárkivel fogok csinálni, mert mondta egyébként nekem a hölgy, hogy hát, hogy a barátnőjét fél órával későbbre hívta, mert hogy úgyis van egy csomó dolog, amit el kell, hogy magyarázzon, és akkor elkezdett a hátam közepén csalogni a víz, hogy basszus, vajon hány éves lesz a barátnő? Tehát, hogy itt mi lesz? Elkezdtél félni, mi? Jövök, édesem, jövök, már a másodikon vagyok. Jött a csípőprotézis, picit lassabban, mert a rohadt lift kikapcsoltak. Sarkítotok, de egyébként ez egy tényleg egy nagyon-nagyon csinos nő volt. Uh-huh. És akkor bevezetett a szobába, és akkor mondta, hogy hát az szokott lenni nála a menetrend, hogy ha a férfi visszaér, akkor lefekszik a hasra az ágyra, és akkor megmasszírozza, ez egy 20 perces normális masszázs, hogy legyen valami élvezeti érteke is a történetnek, és akkor ilyenkor beszélgetni szokott a férfiakkal, olyan is van, akiből ilyenkor dólaszó, más pedig elhallgat, csendben élvezkedik, megmutatta a masszázskrémet, hogy mivel érdemes dolgozni, és mondta, hogy ott van fönt a falon egy óra, meg egyébként szól a zene is. Kakukkas. Igen. Hogy neki van egy ilyen összeállított kis CD-je. Zsűl meg van. Aha. Hogy mit nyom? Ezt 20, kell, ezt, ez... 20, van egy 20 perces relax zene, uh-huh. És a 20. perc után, hogyha nem érezni az idő múlását, akkor egyszer csak jön egy kicsit dinamikusabb zene, és akkor ő azt mondja, hogy akkor most jön a masszázs része, vagy a csúszkás része. A csúszkadék. Igen. Aha. És akkor mondta így, gyermekem, ilyenkor meg kell szabadulnom a ruhától. De jó. Oh, wow. Ott ültem az ágy szélén, úgy képzeljétek el, és Madonnára... Igen, Justify My Love, nagyon jó kis dal egyébként. Elkezdte nekem ledobálni a ruhákat már magáról. Nem, mondta, hogy ez nem igaz. Figyeljetek, egy olyan showt csinált, hogy a pirnaralma megrigyelte volna. Úgy szedte le magáról a ruhákat, hogy egy pillanatig nem volt sehol belegabajod. És mikor hát a gyermekben rohadt életben. Utálom, mikor megfut a szem. És már nincs ajtával egy rohadt szemfelszedő ebben a tetves város. És közben nagyon helyesen magyarázta, hogy hogy kell úgy le kigombolni a melltartót, hogy kerekedjék, domborodjék, hogyan lehet játszani a tükörrel, hogy mit hogyan kell csinálni, hogyan kell fordulni. Ezért több ugye, volt ez, mint egy csúszkamasszázs. Igen. Tehát, hogyha egyébként ha a pasi hasán fekszik, akkor ő szemben ült egyébként, vagy szemben feküdt a nővel, és a hátsó részét pedig ugye a tükörben látta. És akkor, hogy ledobja magát. Ez egyébként mi ez? Ez Grammy, Mature, Milf, ez hova tesszük? Az első kettő ennyi. Hát, 50-es. Milf? Milf már nem. Nem, abból már kicsúszott. A Mature. Ez már, hát szerintem ez már... A Mature és a Granny. Ez között. Már Masters 2. Ne. Igen, tehát akkor te mint Milf, ő mint Mature. Igen. Igen. És akkor itt megint csak egy kicsikét, hogy is mondjam. És emelt a téteket? Most pedig kiveszem a fogaimat. Ne. Ne legyünk igazságtalan, tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon vonzó nő volt, és semmi ilyesmi nem volt, de mondom itt ezen a ponton megint csak nem tudtam szemtelenül figyelni az eseményeket, hogy egy, mondom, olyan állandóan érzésem volt, hogy vagy a középiskolai osztályfőnökem, vagy az édesanyám is lehetne egy ilyen helyzetben, és így nagyon nehéz volt elvonatkoztatni, vagy így feloldódni. És ott ültél egyszer fehér neműben, miközben ő van, hát van neve, vagy volt neve? Vagy mit hát van? Mondjuk hívjuk Nórának. Miközben Nóra. Az Ilonka jobban menne, azt mondja. Igen, Nóra ott táncolt. Miközben Nóra táncolt, és akkor ledobálta magáról ezeket a holmikat, és akkor mondta, hogy és akkor így jön a masszázs olaj része a történetnek, mert hogy hát azt is fel kell kenni. És akkor így megfogta ezt a krémet, így a kezébe nyomni. De már ahogy beszélsz róla. Ja, krém. Tehát nem úgy kell elkezdeni, hogy lábos van a gázra, és olyan rakogott a rendszer. Ez egy masszázs olaj. Hát teljesen normális masszázs. Iskoláját már rossz a szemem, összekevertem az izomlazító. Egy kicsit a csípni fogna alakulni. Mellé nyúltam. Lóbarra, kicsit mellé nyúltam. De van jó zöldalmás szappan ott a labor mellett. Tegnap elrápták a meleg vizet, te haragudjál. Szóval ez a masszázsolaj, ez állítólag valami spéci keverék volt, mondta, hogy ennek ilyen vizesnek kell lennie, tehát minél jobban csúszson, de hát ahhoz ő magát is rendesen be kell kenni, meg hát aztán majd a pasit is. És ugye itt Robi, volna... Robi, bocsánat, Júli, lassabban mesél, már nem vagyok miattam. Igen, meg kell kenni. Így jött az a pont, hogy hát kellett volna a lány, hogy jöjjön, mert hogy itt már ugye ott kellett volna, hogy ott feküdjön. De még mindig csak a magas felszínt.
Hol vagy, Marika, hol vagy? Megint rossz a lift. A járókeret beszorult. Kurva lift. Oda ment a bejárati ajtóhoz, kitölt a kis kiemlelő ablakot, és lekiabált. Jössz már, te szavát! Ja, akkor én leszem, jövöttem, ez a rohadt lift megint betart. Szép vagyok. Igen. Szóval vártunk. Ő ott volt csillogó testtel, én ott ültem az ágy szélén. És akkor mondta, hogy megcsörgeti a csajt, aki egyébként hál' Istennek így 5 perc múlva befutott. De állandó kicsúszott a kagylón. Nézd, hogy szökött! Nézd, hogy szökött! Ez a kurva olaj! Mintha egy angolnak! Megérkezett a lány, aki legnagyobb örömömre egy ilyen 30 év körüli... 46 év! Igen, legnagyobb örömömre, igen. Csak 63 volt. Egy ilyen 30 év körüli fiatal lány volt. Lehet, hogy bemutatkoztunk egymásnak, akkor ugye az már azért volt nagyon bizarr, mert... Kiderült, hogy a lánya. Mert ő ugye ott állt nagyon csillogva, akkor a csaj tulajdonképpen rögtön rá ledobta magát az ágyra. És szerintem... azért kellett, hogy egymáson mutassák be? Hát uh-huh. Igen, tehát hogy... mert hát hogy tudtam volna megtanulni, hogyha rajtam gyakorol a nő. És akkor mondta, hogy úgy indul az egész, hogy a férfi a hasára fekszik, esetünkben a nő, és akkor őt is nagyon be kell kenni. És akkor ez innentől kezdve olyan, mint amikor az ember szánkózik, tehát, hogy elindul a hátán. És te ültél az ágyszínén, hogy például is nézted, ahogy ők szánkóznak egymásnak. Álltam. Nem ülök le. Ez nagyon jó. Hanem álltam, és néztem, ahogy a nő megmutatta azt, hogy hát felül a hátára. Mert ugye, innentől kezdve, ugye, ha nem árulok el nagy titkot, hogy popsival és cicivel maszkoznak. És a csaj is mesztelen volt, aki megjött? Nem, fel volt öltözve. Jó, nem, csak levetkőzött, és akkor hogy hívják, és mondta, hogy Nórikám, siess még már optikushoz is el. Én egykor bezár a hentet. Nem, azt mondta egyébként ez a hölgy, hogy Nóri, hogy neki volt már olyan lány búcsúja, amit oda szerveztek, és akkor ő ezt így tanította, úgyhogy nem ez az első eset. És akkor megmutatta, hogy hol kell mondjuk megfogni a bokát, ahhoz, hogy meg tudj kapaszkodni úgy, hogy ez ne egy ilyen dödz, akármi legyen. Tehát, hogy hallod, érted? Kapaszkodj, tetszom! Atya Isten! És mint az amerikai bob válogatott, így behúzta magát, és neki szállt, és végig csúszott rajta. Most olyan volt, hogy csak a lambírja állította meg Nóri. Volt egy Nóri továbbment, és a konyhában landolt. Valószínűleg Nóri nem először csinálta már ezt, úgyhogy neki azért ez neki vágódott a kredenc. És föntről lefelé, lentről fölfelé csúszott, akkor megfordult. És te ott ültél közben az ágy színén? Nem, ültem, álltam egyik lábamról a másikra, és akkor mondta, hogy ugye itt jön az a pont, hogy akkor, ha már a hátat befejeztük, közben mondta, hogy hol vannak azok a pontok, amiket így érdemes végigpacskolni. Néha nem jött be egy ilyen nagy tacskó, ilyen nagy tőgyekkel, szagolt oda be, aztán ment ki farok csomába, nem volt. Minél idős nénénél van egy teres tacskó, nem? Nem most, Rokó, nem most! Rohadt nagy tőgyel, láttatok már 20-szor fialt a tacsi, nagy a tőgye, bejön, szagol, kimegy. Nem volt ilyen? Ez nem jött? Nem, egy darab tacskó nem volt. Atya Isten. És akkor mondta, hogy hát ugye igazából itt jön az a rész, hogy megfordítod a férfit, és hát a nő nyilván hiány van azoknak a testrészeknek, szerveknek, ami egy férfinek. De hogy hát ott is ugye, hogy kell... Nem mondta, hogy csatoltak, nem mond. Hogyan kell úgy oda söndörödni, hogy az ott kellemes legyen, és hát aztán utána mondta a nő, hogy nem akarom megkipróbálni legalább, hogy befekszel az íze kedvéért, hogy legalább érezzem, hogy csúszik ez ilyenkor. Mondtad, hogy de. Hát mondta, ha már... És ki középre, szendvicsbe, fölé, alá, tehát hogy... Nem, hát ő leszállt a csajról. És te csúsztál egyet. És én csúsztam egyet. Jórikám, nem is gondolnád, hogy ott csúszik ez azt. Jórikám, nálunk az a szokás, hogy közben kiabálsz, hogy pálya, pálya, ahhoz csúszom. És kicsit csúsztam én, és akkor mondta, hogy hol csúsztam én. Csúsztam, igen, hát ha már ott voltam, akkor... Én is csúsztam. A barátnőjén. A barátnőjén csúsztam, vagy a barátnőjén. És a barátnőjén hanyat volt, vagy hason? Ő akkor hason. Igen, mert aztán mondta, hogy hát most megfordíthatjuk is tulajdonképpen. Azon is lehet csúszkálni, csak hát... Csak ott van már tudom. Csak középen van egy lábtőröm, belakadt. Igen. És csúsztatok? De jó. Igen. Atya Isten. És most mindenki egyszerre... És milyen volt csúszni?
Én azt hittem, hogy ez egyszerűbb, mert amikor például felmész a hátra, akkor egy picit így meg kell emelned a térded, és ott volt egy-két olyan pont, amikor majdnem elvesztettem az egyes. Ez meg vagy a 8. kerületi bérlakásban a 3. emeleten csúszkáltál egy vadidegen nőn. Amikor egy pillanatra látod magad kívülről. Nem, én egyébként ezt az egészet úgy tettem fejben helyre, hogy ez az az élmény, ami soha büdös életben nem fog bekövetkezni még egyszer. Ezt raktározd el jól az emlékeidben, mert ilyen soha többé nem lesz. Minél jobban öregszünk, annál jobban keresni kell az ilyen szituációkat, amik abszolút kimozgatnak a megszokott komfortzónádból. Többet nem lesz, és akkor utána ugye nyilván előadta, hogy akkor a férfiaknak egyébként még hol kell csúszni ahhoz, hogy ez nagyon kellemes legyen. És aztán tulajdonképpen... Mi volt az öltözésnél? Miről dumáltatok? Engem ezek a pillanatok érdekelnek. Három nő kicsit ott törölgeti magát, és közben van egy beszélgetés, vagy mindenki kicsit félrevonul a saját sarkába, és csendben felöltözik. Nem mondta, hogy akarok hallani ilyesmiről, hogy milyen az a lingánmasszás, bár ezt persze nem fogja tudni bemutatni, mondtam, hogy nem, mert hogy ezt már ilyen videókról már megnéztem. A testi kontakt van, igen, ott van testi kontakt. Mert hány méter, úgyhogy erről nem kell, hogy beszélgessünk. És akkor volt, hogy hát tulajdonképpen ugye akkor ennyi a lényeg. Megkínált még egy kis hásfa teával. Elszűrcsöltétek, és mindenki hazamegy. Megkínált utána teával, akkor ott még utána beszélgettünk arról, hogy ő ezt mióta, hogy csinálja, mondta, hogy ez neki van egy szakmája, és hogy neki ez tulajdonképpen... Milyen a szakmája? Nem mondta el. Ja. Én meg nem fértem. Alsó kikapcsolódás? Egy alsó kenő volt valahogy. Nem, ez egy plusz pénz, de ez egészen szépen hoz minden hónapban. Őt általában egyik ajánlja a másikat, úgyhogy nála tulajdonképpen mindig van mozgás, de nem dolgozik annyit, hogy ő ebből akarjon élni, úgyhogy ez neki teljesen jó, neki mindig megvan a nyaralásra való pénz, úgyhogy mindig mi jön be elég ebből a történetből, és tök érdekes, mert azért ez engem érdekelt ez az egész történet, meg hogy működik ez a világ, meg kik látogatják ezeket a szalonokat, és túl sok mindent nem tudtam kiszedni ebből a nőből. Ezért felhívtam egy belvárosi masszázsszalont, ahol volt egy madám, aki fogadott, hogy ugyan mondja már el, hogy kik ezek az emberek, meg hogy miért jönnek, meg hogy mit lehet róluk tudni, és hogy az ember nem kattan-e ebbe az egész történetbe. És mondta, hogy nagyon érdekes, hogy általában ilyen 40-es férfiak, általában családosok ugranak ki hozzájuk ebédidőben. Ebédidőben? De tényleg. Hát most azért, ha választanom kell, nem hallottuk egy tojáspenóttal, vagy azért egy ilyen csúszkamasszás, hát azért... A 6-unalmas petrezselymes burgonya. Én tudom tolni a káposztás cvekedli testére. És hogy iszonyú elszomorító az, hogy általában ezek családos férfiak, akiknek van otthon egy-két gyerek, és azt érzik rajtuk a lányok, hogy egy egyszerű kérdést feltesznek, hogy milyen napod volt, vagy mi újság van vele, és hogy így dől belőlük a szó, és így azt látod rajtuk, hogy valószínűleg otthon soha senki nem kérdezi meg tőlük azt, hogy mi a helyzet. Hogy a masszírozás közben ők jókat, az elején jókat beszélgetnek, és nagyon hálásak azért, hogy ott van előttük egy új és szép fehér nemű, hogy ott van előttük egy nő, aki kedvesen mosolyog rá, hogy beáll vele a tus alá, és megmossa a hátát. És azt gondolom egyébként, hogy ez tökke ciki, hogy egy csomó házasságban ezek nincsenek meg, és ezek a férfiak nyilván más helyen keresik a boldogságot. De mondom, ez nem mindig így van, és ez nem minden házasságra igaz. Tehát ebből csináltunk egyszer témát majd, igen. De igen. Hogy, most ne legyen ilyen szociál. De hogy annyira apró dolgokon múlik, de hogy érdekes volt ott is ezekkel a lányokkal beszélgetni, hogy tudják ezt az egész élményt feldolgozni, és azt mondták, hogy egy idő után annyira, hogy olyan érzésük van, mint amikor a nővérkék beöntést adnak, hogy test már teljesen mindegy, hogy hogy nekik ez így teljesen egyforma már. Na jó, szóval... megölted a bulit a végére. Szörnyű az egész dolog, és nagyon elítélem. Tudsz adni egy telefonszámot? Igen, Nóri nénihez. Bejelenteni 11-re pont van egy órám, ki tudok ütni a keddemből egy órát simát. Elvegyük én az a gondolkot, ja, és utána felhívtam ezt a havert, hogy hát kösz szépen, ő persze röhögve vette fel a telefont, azt mondta, hogy őt is legény búcsúra fizették be, ő is nagyon meglepődött, de egyébként a néni nagyon elintézte. De és... azok is oda jár hátat mosatni. És egyébként, hogy is mondjam, tehát, hogy ha én csak egy szalomba mentem volna el két nagyon helyes csajhoz, akkor most nem lett volna miről beszélni, tehát ez így volt. Ez így volt kerek, hát imádtam. Otthon csinálod akkor, ha meggyógyul? Hát ha meggyógyul, akkor kipróbálom. Igen, mert a ha nem lesz útba a fekvőgépet. Figyelj, de most egyszer túlcsúszok, és megint elmozdul onnan valami, akkor... Vagy leessel az ágyról, igen. Na jó, van, Júli, imádtuk. Köszint, puszi, egy hét múlva. Ciao. Puszilunk. Hármasugrás játszunk, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Ádám, Ádám, Ádám. Ádám, honnan hívtál minket?
Szegedről. Szegedről, mivel foglalkozol? Jogász vagyok. Hoppá, egy jogász. Hát akkor az menni fog. Mehetünk? Mehetünk. Milyenek a kérdések, Jani? Könnyű. Jogásznak ezt menni fog. Milyen történelmi esemény köthető 1939. szeptember 1-jéhez? Világháború, második világháború. Így van, így is van. Milyen? Kezdete. Így van, kezdete 39-ben, így van. Melyik zenekar egyik slágerében hangzik el, hogy kiszívott nyakkal jött haza, de nem jött igazán zavarba? Kiszívott nyakkal jött haza, de nem jött igazán zavarba. Bikini. Hát ez egy óriás sláger. Megüssem, vagy ne üssem. Mi legyen a harmadik kérdése? Mennyire nehéz. Hát ez annyira tudnod kell. Menjünk. Így szól a harmadik kérdés. Morning show-s óráért. Melyik magyar író ragadvány neve a Nagy Palóc? Egy kis internetes segítség. Halljuk ám. Gyorsan, lejár az idő. Nagy Palóc. Még egyszer? Mikszert Kálmán. Így van. Lehet volna, igen. Mikszert Kálmán lett volna. Volt egy kis internetes segítség, ugye, hogy hallottuk ott? Volt, csak kicsi lassan ment. Lassú az internet, így van. Na, indulnak az ajándékcsomagok. Figyelj, Tiki Taki, nézzük a bumot, hát ha... Bum! Még egyet ráküldtél? Igen, a biztos sem mentél rá, ilyen még nem volt, ráküldtél még egyet. Szerettük. Hát nálam nem jelzi, hogy adnak. Semmit. Nem. Semmi? Senki nem? Hát ha csak nem kezd el perelni, mert akkor ad. Igen. Igen. Ádám legközelebb nem ad most a szemét. Okay. Köszi a játékot. Köszi. Ciao. Hello. Szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Jövünk a nap legjobb pillanataival a reklám után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Atyaisten, gyerekek, a Möri olyan pontot ütött, hogy az elképesztő. Möri Juli sztoria után Möri, hagyjál már. Jó, ha valamit így esetleg most az elkövetkező napokban még így nem értetek, így akármennyire is hegyezitek a főtök, az tenisz. Igen. Bocsássatok meg nekünk, ugye ezen műsort az ember azért hallgatja, mert szereti valamelyik műsorvezetőt, és mi a saját személyiségünket és lelkesedésünket, hát beemeljük a műsorba, ettől olyan. Nekem a tenisz egy ausztrál Open-en most két hétig kénytelenek lesztek ezt. A srácok már hozzászoktak. Hát egy kicsit. Igen. Kicsit, így van. Muraj. Muraj behúzta. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szóban reggel. Több témánk is volt. Egyrészt megbeszéltük a csalást a teniszben, és közben bemutattuk, hogy hát néhány csatornánál hogy zajlik a kapcsolás. Amikor van egy kis zavar a stúdióban helyet foglaló riporter és a száguldó riporter között, és nem igazán találják a hangot, főleg akkor, ha mondjuk pár ezer kilométerre vannak egymástól, hát ezt szerettük volna mi megmutatni nektek, hogy ez hol csúszik el, és miért csúszik el, és mi történne, ha mondjuk Budapestről kapcsolnánk egy Melbourne-i stúdiót. Erről volt szó, megmutattuk, hogy ez miért akad el általában sok csatornánál. És közben beszéltünk a csalásról is nyilván, ami ugye most a teniszvilágban került napvilágra. Valamint hát egy olyan témánk volt, amiről ha beismerjük, ha nem, ha kimondjuk, ha nem, néha kell beszélni, és néha lehet is. Ez ugye a puki barátság. Amikor is ugye hát az első randin és az összeköltözésnél bizony kiderülnek nagy dolgok, és rájössz arra, hogy a szerelmed is ember, a szíved választotja. A fehér lovon megérkezett herceg is csak egy húsvérember, és néha kicsúszik az első randi, vagy az első összeköltözésnél. Ez az, aminek ott még nem biztos, hogy van keresnivalója. De akkor rájössz, hogy szíved választotja, akit jól választottál, és jól megnézted magadnak. Emberből van, nem? Hát, vagy az ellenkezőjére jössz rá. Vagy az ellenkezőjére jössz rá, igen, hogy szörnyű dolgokat, mivel. Szóval erről is beszéltünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Én szeretem, amikor kicsit mélyebbre megyünk, néha kell kicsit kiengedni a gőzt. Ez a mélyebb. Ahogy szokták mondani, a humor az elme szellőző ablaka, hát most szellőztettünk. Ez egy igazi szellőztetés volt. Néha kell egy kicsit. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, de bánom, hogy ezt a gyermekeim nem hallhatták. Szeretik, mi? Ez az egyik kedvenc témájuk. Így egy újabb korosztályt becsatoltunk volna. Igen. Figyelj, ez... Már a Demeter most beteg és otthon van, és hogyha Laura hallgatja a rádiót, már pedig szokta hallgatni, akkor lehet, hogy most a Demeter jó mulat.
Én biztos vagyok benne, ezzel lehet röhögni. És ez azért vicces is, mert ezek hát a gyerekeknek igen. Én is jót mulattam. Persze, ez mindenkire vonatkozik. Pukizni, ugye mindenki pukizik. Ez egy olyan dolog, ami hát túl vagy rajta. Csaj előtt, egyedül, első randi, mindenhogy. Ezek a nagy kollektív dolgok, amik összekötnek bennünket. Nem? Nem így van? De. Mindenképpen érdemes belegondolni, hogy az összes nagy, legendás kapcsolat, ami hosszú évtizedeken keresztül tartott. Az mind így indult? Abban mind benne volt ez is. Bizony. Nyomjuk a nap hallgatóját. Különben nem működtek volna a kapcsolatok. Jaj. Ningxó. Ningxó, jó lesz. Elfogadjuk. Jó reggelt, hello. Jó reggelt, hello, sziasztok. Szia. Hello, nem írtad alá, hogy hívnak. Dávidnek hívnak. Dávid, hol hallgatsz minket? Fehérváron. Fehérváron, Dávid. Na, írtál nekünk SMS-t, és szerettük nagyon az SMS-edet. Ugye beszélgettünk az Uberről, a taxisokról és a taxis tüntetésekről, te pedig azt írtad, hogy a taxisok hatására az őrömlányok is tüntetnek a Tinder alkalmazás beszüntetésére. Igen, jó. Szerettük az SMS-edet, úgyhogy Dávid, te vagy a nap hallgatója. Köszönöm szépen. Voltál már? Azért örülsz kevésbé? Nem, nagyon örök. Nem voltam mi sosem nap hallgatója. Beszéltem már veletek, de naphallgatója még nem voltam. Hát akkor most már. Ezt is elmondhatod magadról. Az ideje. Jó, küldjük az ajándékcsomagot. Köszi. Jó, köszönöm. Hello. Ciao, hello. Szia. Hello. Csabikám, milyen zenék várnak ma ránk? Jazz Glint hozom nektek. Atyaisten. Akinek a debütáló lemezéről már jó néhány dalt megismerhettünk itt a Klassz FM-en. Mindegyik tempós volt. Nagyon jó kis énekes nőről van szó. Most egy kicsit romantikusabb, lassabb. A legfrissebb a Take Me Home címet viseli. De van annyira romantikus, mint egy Caruso? Nem. Átmenet. De jó, jó, meghallgatjuk. Szerintem jó, mert ő egy zseniális énekesnő, nagyon jó hangja van, maga is dalszerző, tehát nem csak alá teszik a dalokat, hanem ő formálja a dallamokat, úgyhogy érdekes, és tényleg klassz, szerintem hallgassátok meg, aztán döntsétek el, nekem tetszik. Jól van, meghallgatjuk. Csabi, a kívánság műsorra 555-55-00, a telefonszámi pedig holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Hello! Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.